Itt vagytok? Háho? Itt vagytok? Van ott valaki? Balázs! Jani! Ne csináltok ezt velem! Feri! Meg fogtok halni. A mikrofon mögött az éter Nagy Ági, Sedestén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Van egy jelenség, amiről szeretnék egy kicsit beszélni, vagy megkérdezni benneteket. De légköri jelenség? Hogy mi a véleményetek, igen, a stratoszférában zajlik. Lapozgatom ezeket a heti bulvár magazinokat. És van egy dolog, amit nem tudok hova tenni, de közben meg ugyanakkor értem, de furcsának, vagy érdekesnek találom. Vannak ezek a két-három oldalas cikkek, amikor is hírességek elmennek wellness hotelekbe. Meg van? Meg. És leírják a cikkben, hogy melyik wellness hotelben mulatta az időt az a celeb pár, akik egyébként nem valószínű, hogy rászorulnának arra, hogy kifizessenek neki két éjszakára mondjuk 60 ezer forintot. És ugye miről szól ez a cikk? Ez arról szól, hogy ha te ezt bevállalod, akkor ez egy barter a celeb és az újság között, vagyis az újság kifizeti neked, vagy pedig barterról megkapja, ugye? Látszólag úgy tűnik, mintha arról szól, hogy ők mennyire szeretik egymást. Hát arról is szól. De szerethetik is egymást, hát én nem vitatom. Pont ez a jó benne. Ne csak ebben a wellness hotelben szerethetik egymást. Csak ebben így van a kettő sugarú hidromasszáskádban, mert ezzel már azt is tudhatod, hogy az is van a wellness. Rájöttem, hogy ezekben a típusú újságokban én ezeket a cikkeket szeretem a legjobban. Ugye... ez vagy családi album, vagy bármi más alatt jelenik meg, arról szól, hogy a hotel felajánl ennek az újságnak egy elfogyasztható keretet, és azt mondja, hogy egy hónapban négy hétvége van, arra négy hétvégére négy különböző családot ide küldhetsz ingyen, jelenjen meg az újságban, hogy melyik hotelben nyaralt az a család, hotel is jól jár, az újság is jól jár, senki nem fizet senkinek. Celeb is jól és jár. A celeb is jól jár, mert megsporol magának mondjuk 50 vagy 60 ezer forintot. Hát lehet, hogy ezek drágább hotelek, és lehet, hogy teljes ellátás. Aha, van. Teljes plusz ellátás, all inclusive, plusz 100. Van egy masszázs, mondjuk 80 vagy 100 ezer forintot. Általában olyan emberek veszik ezt igénybe, akik azért ugye közszereplők, és ez bőven megengedhetik maguknak, de hát azért egy ekkora összeget megsporol, nincs ezzel baj. És elmennek, és cserébe az újság azt kéri, hogy intim pillanatokban hat fotózhassa le őket. És most három hete ráálltam erre a rovatra, régen is nagyon szerettem, én nem hiszitek el, hogy... Jó is ez. Jó, hát ez egy, persze, hát ez egy üzlet, egy én azt gondolom, hogy korrekt üzletről van szó, hogy ha már úgyis lefegyelitek egymás köldökéből a száraz tankpesgőt valahol valami medence partján, akkor miért ne lenne, vagy lehetne az a medence, a mi medencénk, a mi wellness részlegünk. Na, miért ne? Ennyi mondjuk tankpesgőről nincs szó, a medence vizét lefegyeli most itt. A múltkor láttam... Jó, de aztán van mindenféle magnéziumokkal megállt. Két közszereplőről egy ilyen rovatot, és komolyan mondom, ezt nézem, zseniális, hogy ők is lementek egy hotelbe, megjelent, hogy melyik hotel, és fölvették ezt a minden szállodában megtalálható egyenköntöst. Ugye ez ebben ember ebbe lemegy wellnessezni, de nem biztos, hogy egy bulvárlabban így akarod magad viszont látni. Mindenki igen. Fölveszi ezt a köntöst, én is fölveszem ti is, tehát az ember lemegy fürdik a gyereke. A szálloda logójával. A szálloda logójával, de ezzel nincs baj, ez egy jó szolgáltatás egyébként a hotelben, hogy te bemész, magadra veszed ezt a köntöst, nem kell levinni. Én nem veszem fel soha, mert nem látszódok ki alól. Igen, eltűnsz a köntösben. Fölmászatták őket egy fára. Hú. Fölmászatták őket egy fára. Akkor az minimum 6 hétvégés díl volt. A férfi ült fölül a fán, fehér köntösben, tehát még csak nem is játszóruhában. A nő ült a fán, az ágra ráborulva a férfi ölében. És a képelérás valami olyan volt, hogy mindketten szeretik a veszélyes helyzeteket, ezért még egy fára is felmásztak. És ülnek mind a ketten egy fán, fehér köntös. A veszélyes helyzet alatt mit kell érteni, hogy a botanikus kertnek az őre oda megy és leveri őket a bottal? De az megvan, hogy azért, hogy spóroljál 50 ezer forintot egyébként, azt mondják, hogy Józsikám, megint Józsit mondok, bocsánat. Nem, Józsika, semmi bajom. Béla? Nem, jó legyen. Noel? Most mi a bajod a Noelekkel? Hello. Jó, nem akarom mindig a sztereotípusokat. Noel, légy szíves, másszál föl a... De köntösben, légy szíves. Kifizettük neked, másszál föl arra a fára. Jó. De van, itt van velem a terhes feleség. Mondd meg a terhes feleség, hogy ő is másszon föl arra a fára. Felügyetlenkedik magukat arra a fára. Látszik rajtuk, hogy rohadtul nem természetes, hogy egy fának az ágán kell ülni a fehér szállodai köntösben.
És azt mondja, csinálunk itt rólatok egy fotót, szegények még nem tudják, hogy mi lesz a kép aláírás. Mindketten szeretik a veszélyes helyzeteket, de szerelmük a fa tetején is kioldhatatlan, vagy valami... Ó, te írhatnál én azt szeretném kérni ezektől a bulvár újságoktól, hogyha lehet, én elmennék képaláírónak. Én feliratbűnözést csinálnék. Ah. Tehát én lennék maga a megtestesült feliratbűnöző. De kreatív is lennél. Én ezt imádnám. Adják oda. A szökőkútba. Adják oda a képet. Hát az, hogy fehér köntösben ugye a szálloda logóját fotózkodni, szerintem ilyen típusú közszereplőnek semmi szükség rá. Családbarát szállodát választottak, egy nagyon barátságos kép aláírás egyébként. A másik kép aláírás. A soft all-inclusive ellátás még teljesebbé tette a feltöltődést a család számára. Itt a reklám elhatatva, látod? Érted ezt? Míg a gyerekek rajzoltak, XY-ék nem mondom, a boldogságukra kocintottak. Aha. Egy ágyon fekszenek úgy egyébként, hogy a fehér köntös alól a közszereplőnknek egy picit kilóg a köldöke és a szőrös hasa. Miközben a gyerekek játszottak, édesapjuk forró láva kőszállította a herény. Érted? És tehát komolyan mondom, nincs azzal bajom, hogy valaki ilyet igénybe vesz. Még azzal se, hogy bartereznek. Nem teljesen értem, mert ezek a közszereplők általában azért elég jól keresnek. Persze, meg tudsz ennyit fogni. De hogy közben olyan pillanatokat adsz ki magadról, tehát akarod-e látni a kibugyanó hasadat egyébként egy fehér köntösben egy szállodai ágyon? Nem. Miért van erre szükség? Most hülye vagyok, hogy én ezen gondolkozom, de feliratbűnözése, én nagyon-nagyon klassz dolgokat tudnék beleírni. Én lennék a magyar feliratbűnöző. Ne csodálkozunk rajta, hogy ilyen jól érezték magukat, hiszen 2012-ben az évvel leszállod a díja, és kitüntették. Tudom, igen. Nemzetközi nagy díja, séfünk által felszolgált. És tényleg hát a kép aláírások, tehát hogy az valami elképesztő. Hány oldalt kapsz? Hármat általában ilyenkor? Egy perce sem engedték el egymás kezét a mesé, és egerszaló kiszálltam. hogy én értem meg, te az egészen semmi baj, de hogy... És ettől még nyilván a szállod az jó. Hát tök jó a szálloda, persze. Csak hogy legalább akkor vennének már valamilyen más cuccot, mert hogy egyébként meglátszik, hogy ott van a logos, hímzett köntös alatt, ott van egy rövid nadrág, ott van egy póló, tudod. És olyan, igen, láttam a múltkor, tényleg ez jó is, hogy mondod, láttam a múltkor egy olyan képet, hogy bemászatták őket a francia ágyba. Igen. De látszott, hogy a fotókedvéért másztak be a francia ágyba, utcai ruhába beültek a francia ágyba, fölhúzták nyakig. Olyan abban a cuccban voltak a kis állatsimogatóban. Fölhúzták nyakig a pulóver, és azt látod, hogy két közszereplő ül egy szállodában, nyakig fölhúzott ilyen paplannal, de látszik, hogy mert valami kilógott, már majdnem a cipőben feküdtek egyébként az ágyban. Sejem ágy, nem, minden gyönyörű, és valami olyan bagatel képaláírás, hogy a könnyen... És az előbb még a szurikátákat nézték a belső udvaron. Sírtam, hogy ezekre rámegyek. Nem lehetne... A fotós előtt nem vetkőzöl. Az igaz. Fotós előtt nem vetkőzöl. De mondd már elegen fel, hogy melyik az intim pillanat az életetekben, amikor mind a ketten bementetek fürdőruhában a jacuzziba, ami nem van a szobátokban. Érted? Igen. Zseniális. Én ezekre a rovatokra mentem. Ez miről szól egyébként? Hogy ingyen hétvége, és a megjelenés. A ingyen hétvége plusz megjelenés, tehát kellemeset a hasznossal. Nem? Így van, mind a kettőben, de azért kérdeztem, hogy hány oldalt kapnak, ugye három oldalasat volt, amit az előbb mutattál, most azt egyébként mivel tudod generálni? Csak botránnyal. Tehát ha valami botrányban vagy benne, akkor kapsz három oldalt egy bulvárlapban. Hát akkor... És meg megkapod a három oldalt, megmutatod magad, ott vagy a köztudatban. És ingyen van? És ingyen van, nem kell az újságnak se fizetned. De miért ne lehetne a kettőt együtt? Tehát, hogy jól is érezték magukat, meg botrány is volt, hogy a mese is egerszaloki szálloda jacuzziába belehányt. De miért nincsenek őszinte kép aláírások? De... Pali ebben a mesés egerszaloki szállodában még soha nem evett ennyi szart. És egy ilyen fincsor. De most komolyan, nem? Ilyen szörnyűt még soha nem reggelizett. De valami nyilván nem ahol erről szól, mert közben ahol... De hogy egy nyers keresetlen őszintességgel. Ilyen tök őszintén. Ez Balázs, mondd nyugodtan. De legyen az, hogy Viki és Bali miután elfogyasztották a fantasztikus reggelit az egerszaloki szállodában, hangos ordításukkal zavarták meg. Veszekedésükkel zavarták fel a szállodát. Igen, hogy kicsit rond, annyira gicses már ez az egész négy oldal, hogy legalább egy őszinte felirat. Igen, hogy ez se pesgő fürdő, hanem a sólet füstölt babbal eredménye. Ez a sok rohadt buborék, ebben a mesések. De nem lenne őszintébb az egészen, nem az lenne, hogy de jó, végre valaki ezt kicsit fölvállalja. Végre valaki egy kicsit őszinte, nem?
És nem arról van szó, hogy az a család, vagy az a két ember az, az adott pillanatban nem szereti egymást, tehát én nem ezt mondom, csak ez mindig olyan fura. Nyolcszorról éreztük magunkat, de ingyen volt. Köszönjük hát, szépen nem. Ennek a bűnfürdői szállodának, sose voltunk még ilyen helyen, de ingyen is volt, gyerekek, be is írtunk a panaszkönyvbe. De legalább 60 zsebben maradt. Na, hát kell lennél több? Ja, ha ilyen egy svéd asztal, nem megyek Skandináv országba több. Igen. Szóval, hogy ezt így egyszerűen nem értem. Nem megyünk el egy ilyenre hárman? Tényleg. Nem vállalunk be úgy, az, hogy nem hozná le az újság. Ja, tehát, hogy így fekszünk három egymás mellett álló ágyon, és mind a hárunkat egyszerre masszíroznak. Az a bajom, hogy akkor úgy kellene állítani az ágyokat, mert egyszerre nem tud összeérni a tekintetünk mind a hármunkénak. Tehát, hogy akkor úgy kellene megcsinálni, hogy egy csillag alakba beállítani az ágyakat, hogy mindannyian tudja, mert általában ez így szokott lenni, biztosan láthatok, amikor egy pár megy el masszíroztatni, ilyen igen, páros masszíroztatás, mindig nézik egymást közben. Nézik egymást. A közben. Képaláírás forró szerelmükön a lávaköves masszázs se hűtötte ki, tudod, vagy mit tudom én, a forró szerelmüket a hideglábas fürdő se tudta kihűteni, és mindig van valami olyan bagatel képaláírás, ami egyszerűen, és nézik egymást szembe. Miközben Ferencről a felesleges olajat itatták fel, 100%-os itt tudom én mivel, pamut törölközővel, addig a Balázs a lábmasszázson esett túl, miközben Janinak a karvai körmeit távolították. Igen. Nézzük meg, hogy néznek ki ez mondjuk úgy, hogy mi szerelmesek vagyunk egymásban. Ó, nem állom. Tehát ülünk egy asztalnál hárman. Igen? Feri, a jófogások kedvelője, szívesen kínálta meg Balást, és etette a villájába. Igen. És ebben a pillanatban te ilyen finoman felszúrt májpás beöntésen járt az esze. Te egy finoman felszúrt. Amit Janinak fogadott. Amit a csodás Wellness Hotel. Igen, Jani nagyon ad a higiédiára. Ebben a szállodában lehetőség van kamillás beöntés, és azt látjuk itt egy gyertyaállásban, egy infúzió állvány mellett. A vacsora után már éppen beöntetsz magadnak. Jani hát valóságban labjává vált a súlyfürdő. És én eltorzult arca, aki lenné gyújtva. Balást és Ferit a kedvenc meglepetésük várta a szobában. Egy frisse hűtött eper koktél. És ülünk félmeztelenül, és éppen etetsz egy finom, friss eperke helyen. Ilyen jó fejek vagyunk, megcsináljuk ezeket itt a formát. Csináljuk már meg ezt, mert mondom, én ezekben az újságokban én már ezt keresem. Kinek maradt 60 ezer a zsebébe, ki ment el barterezni, és mit vállalt be azért, hogy 60 ezer a zsebébe maradjon? Nem? Hangsúlyozom, olyan emberekről van szó, akik egyébként ezt bőven megengedhetik maguknak. Nem? Teljesen jó. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy fogjuk meg, adunk is, meg is fogjuk. Jó, van ingyen volt, adunk 4 fotót, azt nincs ezzel. És még lehet úgy is csinálni egyébként, mert nézem, hogy van különbség pár és pár között, tehát van, aki nagyon diszkréten azt mondja, hogy gyerekek, 2 darab fotót adok. Nincs félmeztel, semmi nincs, 2 darab fotó, nem fekszem be félig ruhában, ráhúzva a köntöst, a cipőt majd vágjátok le, mert ne látszódjon, játszom el, hogy pesgőt iszom, hanem nagyon diszkrét. Nagyon jó. Ez nekem de hogy ennek az ellenkezőjét megcsinálni. Így nem? Van. De ez teljesen jó. Balázs, Feri és Jani természetesen a nászutas lakosztályt kapta meg, és külön kérése az esetleges balesetek elkerülése véget, barna lepedőt is kapta. Igen. Balázs és Feri bájos mosolyjal vidáman hancúrozott a francia ágyon, és egy ilyen kis paplan, ahol csak a szemünk párna csatáznánk vidáman félmesztően, hogy te szigorúan a szálloda köntösébe. Miközben Jani bent a fürdőszobában örült a meleg víznek. Sajnos úgy lennénk megfotózva miketten a párnacsatában, hogy te a háttérben, igen, a nyitott ajtónál. Igen, te ott nagyon csapatod magad zuhany, de iszletesen mi meg ilyen nagyon vidában párnacsatázunk, nyilván szigorúan az Eger-Szalóki Hotel köntösében. Mindig vagy egy logó alatt, tehát mindig megjelenje, hogy éppen hol vagyunk, vagy egy bükkfürdői szálloda logója alatt. Tehát hol tolod a gyereket babakocsival éppen, amikor lefotóznak, hanem a hatalmas nagy logó alatt, ahol mész, az egyébként fehér köntösben szaunázni. Miközben nem tudnak tőled beállni a parkolóm. Igen. És mondom, én is használom ezeket a köntösöket, meg ti is, mindenki megy a család a szaunázni. Én nem, mert azon gondolom, volt helyes méret. Jó, hát de használd a gyerekköntös. Most már a legtöbb szállodában úgy, hogy van 2 felnőtt köntös, meg van, ha tudják, hogy gyerekkel össz, akkor beraknak egy gyerekköntöst. Hát add a virágra a felnőtt köntös, nem használd a gyerekköntös. Nem, hogy félbehajtok egy török között, és így kivágom a tetejét, és poncsóként használom. Tire egy hallgató, azt nem lehet, hogy nem megyünk el, csak elkérjük a benzinpénzt. Egyébként ez ilyenkor mi van, ilyenkor a sztárok kapnak benzinpénzt is? Tehát ilyenkor ki azt mondják, hogy ó, jó, lemegyek, 60, de még egy úti költséget is utaljátok, hát szerintem még van, aki azt is elkéri. Plusz, ha nagyon okos nem vagy, felhívnám egyébként, hogy erről mondjam valami. Igen, ha nagyon okos vagy, akkor még az elmaradt haknidat is kifizetteted, hiszen maguknál vagyok egy hétvégét, nem tudok vállalni munkát. Így van. Ha? Így van. Még azt is ki lehetne fizetni. Azért nem mondjátok, hogy nem lenne egy ilyen, hogy Feri és Balázs nagyon szereti a hancúrt, a medencében is szívesen dobálták Janit. Igen.
És így nagyon mosolyogva éppen dobálunk, hiszen a szállodában több medencét is kipróbáltak. Tudod, ja, és mindig ott lenne a promószöveg, hiszen a szálloda sok medencéje közül választhattak. Igen. Természetesen a legnagyobbat választották. Az óriás csúszda aljában Janit Feri várta, hogy nehogy megüsse magát a vízben. Számos szórakozási lehetőség közül a fiúkat az óriás csúszdát is kipróbálták. Így van, Jani nagyon szerette a vizet. Egy ilyet egyébként meg lehetne csinálni. És miközben a szponzorautót megtankolták, még egy közös futóra is futott a Jockey Ewingai. Na vajon hol? Igen. Bőven meg lehetne ezt csinálni. Na mindegy, én a másik nagyon, amit én szeretek, az nem ennyire vicces, az ingyenvetítés. Az még egy zseniális dolog. Ingyenvetítés. Amikor ingyen mozi vetítés van. Ja, igen. Hogy ott mi? Mozi jegy? Hát, VIP-terem, hogy hívják? Nincs VIP-terem? Ott nem, az nagy termes általában, és akkor úgy van, hogy mondjuk, ha újsághirdeti meg, akkor ott még vannak nyertesek, tehát olvasók is, na, kérlek, meg a család. Tud mesélni? Azért, mert nem engedem el a gyerekeimet a feleségemmel, ja, ja, hiszen hívtak bennünket, nem azért. De volt, én nem tudtam, hol volt. Nem, azt mondom, hogy nem szeretek ide menni, én sose voltam, de mondtam a BK-nak is, hogy én meg tudom venni a jegyet neki. De nem, tökre értem, hogy ez arról szól, hogy ugye egy csomó ilyen gyerekfilmvetítést látok, hogy elmennek a sztárok, én nem tudom, hogy miért van arra szükség, hogy mondjuk a gyereket állandóan fotózzák. Szerintem nem biztos, hogy ez jó, de ez mindenki az egyéni döntése. De hát itt mondjuk eddig egy 70 ezeres dologról beszéltünk, de hát azért mondjuk két felnőtt, meg egy gyerek mozijegy, az mondjuk mindennel együtt dupla nachos, nem tudom, hogy ajánlni, az mondjuk egy 6000 forint. Mert azokat a rovatokat is nézem, nagyon szeretem. De hát akkor mi a plusz? Tehát, hogy akkor legyen már valami tényleg valami tartalma az egészben. Ja, ne, az újság, valószínűleg a megjelenés. A megjelenés, hát az nem elég. Igen. Hát akkor legyen már valami, mit tudom én, Mozi Zseb Aleska Diamonddal. Vagy valami a plusz jutatás. A másik oldalon ül. Ja, igen, a gyerek pedig a másik oldalon. Na, nézd a filmet, kicsim. Igen. Na mindegy, jó. Nem csinál, nem megyünk el? De, menjünk, de akkor csak saját Facebookunkra, vagy eladjuk valakinek, mert akkor az újságnak még el tudjuk adni. Hogy még azon is keresünk? Hát persze. Tehát lebarterezi az újság a szállodával, és mi még lebarterezzük? Igen, mi lebarterezzük a szállodával. Megyünk a valamelyikhez. Az a baj, hogy akkor pont azt fogjuk, amit mi nem akarunk, hogy fehér köntösben látjuk, mert akkor az csak így. Csak így tudod megcsinálni, hogy fehér köntösben fekszel a francia ágyon, és tényleg friss szőlőszemeket dobálsz a számba. Jó, de legyen megegyezés, hogy mi írhatjuk meg a képbe aláírásokat. De akkor legyünk egy család? Tehát legyünk úgy egy család, hogy te, papa, mama, és Janit leviszünk gyereknek. Egyébként rakunk rá karúszót, és dobálunk. Tehát legyen egy ilyen klasszik család. És legyen a Rákóczi család elfogadta a bükkfürdői XY szálloda meghívását, és eltöltöttek egy vidám hétvégét, nem tudom, a luxus apartmanban. Én dobállak, te meg kint fekszel koktéllal a kezedben egy nyugágyon. Igen. És masszírozzák a lábad. Igen. Miközben a szülők ott tejtőztek a közelbe, vagy mit tudom, hogy masszíroztattak, addig a kis Jani lepjátszott a gyerek medencében. Kipróbálta a mászófalat. Így van, de akkor legyen dráma benne, az apuka, aki én vagyok, ahogy észrevette, hogy a kis Jani bajban van, bevetette magát utána a medencébe, és az így lenne lekapva, még mielőtt azt félelmében belekakálta. Igen. Hál' Isten a szállodai alkalmazottai nem vették észre, hogy a kicsi Jani csintalanul örült, hogy lekerült róla a pelenka. Feri azonban résen volt. Igen. Hol vagy, apu, kiáltott fel a kis Jani, és tévedésből anyukájához Balázshoz szaladt. Az összezavarodott kis gyermek. Igen. Írja Anna, hogy már van egy szállodás, aki meghívott minket. Igen, már ott van. Hát sok ilyet magunknak egyébként. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Nézzük az egyik kereskedelmi csatorna adását itt közben, és éppen itt vannak a Fradi pályánál élő adásban, a vénaszkenner tesztelik, Jani pedig kirohant, hogy beleszalad az élőképbe. De nem fog tudni, mert szerintem már belépnek éppen a pályán belül, és sajnos mire odaér, addigra már nem tudják mutatni. Kiszaladt, hogy beintegessen nekünk. De ilyen boldogságot nem láttatok még a Jani arcán. Tehát a kitelepülésen, amikor sokan vagytok, és mindenkinek adott ajándékot, az közel sincs ilyen, az az izgalom, láttad? Hadd szaladjak ki, hadd szaladjak! Most lenne tökös belerohanni, mert most ott állnak a kapu előtt, ugye, és viszonylag szűk a képkivágás, tehát itt beintegetni, na az a nagyon jó. De ehhez puha. Mert ez az igazi bátorság. Jó, most az operatőr elég most lefordult a kamera a kapuról, és most tudna beleszaladni, mert hogy a többi kaput mutatják, de most visszafordult. Vagy ha oda menne, és megpróbálná beszkennelni a vénáját. Igen, és valaki nyilatkozik a TV2 riporterének a vénaszkennerről, bedugja a kezét. Mi mit is lenne, most valami bekapná a kezét, és elkezdeni rángatni. A Lacit már láttam egy tükröződésből. Ott van! Ott van!
Ott volt a Jani egy tükröződésben. Csak nem mer oda menni. Jó lenne. Na, várj, ezt megvárjuk. Ha, mutatták a vénaszkennert közelről, és fekete a széle a vénaszkennernek, és a tükröződésből látszott a Jani, hogy ott áll. Figyelj, lefordult a kamera. Visszatudnak-e élni akár, vagy vissza lehet-e fejteni ezeket az adatokat, és az ott esetben vissza lehet-e ezzel élni? Maguk a biontikus ablak nem visszafejthetőek. Igen, itt nyilatkoznak. Na most szaladj be, Jani, most nagy képkivágás van, most beférnél. Ott menj, állj, be kéne állni a sorba. Lehet, hogy a riporter belefordul még a kamerába, és mondja, hogy hát infradi pálya, amit a Szóval stúdiói, köszönjük szépen, ott még akkor látszódhat a Jani. Na, most távolít a kamera közben, most tudna belesétálni, most egy nagyon nagy totál van, ide beférne. Ott van! Gyerekek, bejött a Jani, és ugye a dupla örövi jelet bemutatta. Beleszaladt. Ott volt. Elkezdett távolodni a kamera a beléptető rendszertől, és egy nagyobb totálba Jani belement, föltette mind a két hüvelykujját, mutatott egy oké jelet, és kiszaladt a képből. Ilyen kis öröm elég az embernek, mi? Figyelj, ezek a legjobbak. Ezek a legjobbak. Ott voltál. Bátor vagy. Szerepeltem a TV2-n. Nagyon jó. Ez nem szerződőszeg? De, ezt akartam mondani, hogy ezért viszont az RTL letilt. Azt hittem, hogy a nagyon szűkbe belemászol, de az már nagy bátorság. A szegény technikus ezt nem tudott szólni, tehát nem tudott jelezni a riporternek, vagy a kollégájának, hogy a hátul állt valami vevőrendszerrel, és nagyon vigyorogtunk ott, szerintem már sejtette, hogy valami lesz. Nagyon jól néztél ki. Ott a Jani, de bolond, imádom, írja valaki. Ilyen láttak régen. Nagyon jó. Életemben először szerepeltem a TV2-n. Milyen érzés? Hihetetlen. Minden csatornát megjártam már jó formán. De kár, hogy nem együtt mentünk, lassú voltam. Meg is vagyok. Átszaladnak a tévéken. Basszus, tényleg. Az lett volna kemény. Mire kapcsoltam, már kirohantál. Az mekkora lett volna. Kéz a kézbe átszaladunk. Mi lett? Gondolcul. Szerződésszegény szerepet. Vagy kánkánozunk. Kicsit bánt, hogy te is egyébként az ördög nyóri nyomdokaiba léptél, tehát hogy ilyen teljesen váratlan és nem beszéltem a Kolóval előtte. Nem szóltál a Kolosinak az RTL-nek, és csak így átigazoltál, azért ez kicsit bánt. Igen. Jani, 11-re gyere az irodámba, Kolosi. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Na gyerekek, ugye szerintem mindenki észreveti, aki szereti japán konyhát, hogy Magyarországon is egyre népszerűbb a sushi, és hát ugye hódít, ugye? Tulajdonképpen az ázsiai konyha, aminek csak egy pici szegmens érkezett el hozzánk sushi formájában, de az ázsiai élelmiszerek, a sushi, a távol-keleti konyha, alapanyagai egyre népszerűbbek is. A pankómorzsa. Így van, és mindenki sushit akar enni, vagy meg akarja kóstolni, számos főzőtanfolyam indul, ahol már tanítják a sushi készítés árnyoldalait és örömeit, ugye? Ahol megtanulhat a magyar ember sushit készíteni. Jól mondom? Jó, igen. Minden tökéletes. Nekem van egy olyan konkrét haverom, aki elment és egy ilyen tanfolyamot végigcsinált például. Aztán soha életében nem csinált mondjuk sushit, de akkor jól éreztem. De egyet több oklevél neki jól jött. Na, egy kicsit ezt próbáljuk most közelebb hozni hallgatóinkhoz. Nyilván sokan nem ettek még sushit, nem is próbálták, lehet, szeretnék kipróbálni. Ugye viszonylagosan drágább dologról van azért szó, ugye? Tehát, hogy biztos nem mindenki engedheti azért ezt meg magának, hát nem olcsó az alapanyag, a jobb minőségű azért az még mindig drága, 6 ilyen kis maki, 6 ilyen kis tekercs, ugye tulajdonképpen, vagy egy tekercs, ami 6 részre van vágva, akár tud 1500-2000 forint is lenni. Hát a magyar ember ránéz, és ugye ha a sushi nem lóg le a tányira széléről, akkor azt mondja, átvertek tesó, ugye, mi ez a 6 kis böttöm kis darabocska ott, ugye 2000 forintért, ami jogos, hát mások a beidegződések. Fekete Lacit láttátok már japán étteremben? Nem. Hallod, letenni 6 szakácsot is megeszi. Hallod, ne csomagold be. 6 ilyen makit letenni lelé, hát figyelj, szerintem borogatnak, borogatás végezni a konyhába. Szívosszal a szívnám föl. Visszaküldeni.
Na, és itt van velünk a japán konyha nagymestere, Maki Stevenson. Hello, Maki, jó reggelt kívánunk jó neked. Reggelt. Maki Stevenson, kicsit Maki, kicsit Stevenson, tehát kicsit japán, kicsit amerikai, vagy ez a Maki Stevenson nem egy originál nem, japán név. Nem, így születtem. A második apukám amerikai volt. Na, azért kérdezem. Stevenson lett, de a magyar a férjem. Magyar a férjem? Igen. Mióta élsz Magyarországon, mert egész jó a magyarod? Hát folyamatosan most már 2006 óta. És te 2006 óta tanulsz csak magyarul? Igen, mondanám. Gyerekek, ahhoz képest, hát ahhoz képest azért egy élő reggeli rádió műsorba eljönni úgy, ahol a magyar műsorvezetők nyomják a hülye magyar vakerdumát, és így tudsz 2006 óta. Hát, jobban beszélsz, mint a Cookie a Music FM-en, aki pedig a 30 éve is. Igen. Nekem van egy barátom, ő 40 éves, de nem tud így magyarul, ahogy te. És mindig próbálok szájról olvasni, hogy vajon mit mondott, mert annyira beszédhibás. Köszönöm szépen. Japán konyha nagymestere, ez mit jelent? Ez mit jelent? Hát nem mondanám, egy nagy mester vagyok. Hány dan? Feketőben szakács vagy? Vagy ez így jelent pontosan? Nem, ez hogy szakács vagyok. Japánba születtem, úgyhogy japán számra lesz, és a legkedvenc étel, ez hát egy házi konyha, japán konyha. Hát amiről mi annyit tudunk, hogy sushi, ugye? Hát igen, de azért van még. De kis szegmens, szóval mindenki, aki szerintem, aki gondolja, hogy sushi, akkor maki, ez a tekercs. Igen. Vagy az, amit nigiri, amit kézzel formált. Mm-hmm. Ugye, amit általában rajta van valami nyers. Egy darab nyers hal, igen, rajta az a nigiri. Igen. Vagy a sushi, akkor mindenki azt hiszi, hogy nyers hal, vagy valami nyers dolga kell lenni, de igazából nem. Egyáltalán nem az a lényeg, hogy a nyers dolgok legyen rajta, vagy bekeverve, de a maga rizs, ez a lényeg, aha, ez tehát, a sztár. Tehát sonka sushit is tudunk csinálni. Már haza is értél, Feri. Egyébként tudunk, lehet. Például, igen, most már Japánban is ilyen kicsit modern, mondhatjuk, ilyen kicsit, mert van olyan a fiatalok vagy gyerekek, aki nem annyira szereti az a nyers hal ízű, úgyhogy láttam Japánban is a kacsa sushi. Na, tetszik. Onnan már csak egy lépés is megvagyunk. Kacsa sushi, ami kacsa, hogy otthon. Magyar-japán éttermekben van rántott húsos sushi is. Egyébként egy csomó helyen látom, ugye, hogyha uborkás, avokádós, és hát ezekkel már megbarátkozni, egyél rántott húsosat, és akkor utána menj át a nyers halra. Igen, mert van a tempura. Ugye a tempura az olyan rántott zöldség, meg a lehet rák. Igen, vízbázis festék, gyerekek is használják. Szóval, hogyha van olyat, akkor gondolom, hát lehet a kacsirke, aki nem szereti, mondjuk. De Feri is például nagyon szereti, biztos nem tudod róla, hogy imádja például a sonkát. Sushit, rizs, alga nélkül, sok fehér kenyérrel főtt tojás. Így van, kicsi. Viselre szel, torma nagyon. A jó fehér kenyér összegyomba. Igen, csak Maki, a szüleid bosszúja volt így, hogy egy ilyen Maki tekersről kaptad a neved, vagy ez már ők azt akarták, hogy te szakács legyél? Nem, egyáltalán nem ez jelenti, szóval Maki. A Maki persze lehet, ez úgy, hogy összeteker, de aha, én nevem nem ez. Ez hanem a két szól. Első ma, ez ilyen, mint a igazi, és a ki, ez válaszolt, hogy ilyen élet. Ilyen igazi élet, de szép. De jó. Egyenesen menj el, ezt akartam mondani a szüleim. Hogy... Hát én pedig csak annyit kérdezek, hogy Maki a szakács, ugye? Hogy... Ja, igen. De jó. Hát egy jó szójáték, én sem igazom. És a Maki Stevenson az egyenesen menni előre az életben, mint egy gőzgép. Igen. Na jó, gyerekek, de Maki főz. Érted? Na jó, ma ő. Pedig így szoktam bemutatkozni magam, hogy Maki, és akkor mi? Tessék, és akkor Maki, mint majom. És akkor senki nem elfelejti. Igen. És akkor mondod, hogy Maki, mint majom. Hálás vagyok a szüleim, Maki. És valaki már néni a piacon kérdezte tőlem, hogy és nem, szülei nem gondoltál, hogy ez mit jelent magyarul? Hát biztos nem. biztos nem gondoltál, de figyelj, nem. Ismered a Pákot, a fekete Pákot? Tudod, nem, hogy ki ő? Nem, mintha vesztettél volna bármit is, de hogy ő kb. 20 éve ilyen Magyarországon, és nem beszél így magyarul. Az megvan? Igen. Van egy nigériai srác, aki... Tudom, tévében, igen. Az a bolond, mondja nyugodtan. Igen, most tetszett. A félcédulás, jó, az. Igen, aki megszökött, igen, Nigériából, a bolondok házából. Mi nagyon kedveljük őt egyébként. De aranyos. Hát igen, ez is egy jó helye. Ez is egy jó jelző. Ő mikor? 1997-98, ma 2000. Hát 25 éve itt van. Igen, egy 15 éve van Magyarországon, de hogy közel se beszél annyira jól magyarul, mint tehát ez nyilván adottság. Hát a sushi meg arról ne is beszél. Hát igen. Hogy Magyarországon? Hát Japán, Amerika, hát azért annyi aztán helyre ide lehet menni. Kicsit véletlenül. Szóval találkoztam a férjemmel Amerikában, és ide jöttem először látogatni, utána kiköltöztünk Amerikába vissza,
és a férjemnek a munka miatt uh-huh. ide költöztünk Pestre. Igazából a cég küldött minket ide, egyáltalán nem számítottunk, akkor úgy mentünk ki a kutyával hárman, akkor a sziasztok! Majd jövünk látogatni. Az mindig engem annyira érdekel, hogy amikor te nem érted a magyart, milyennek hallod, hogy mi miért nem tudjuk a saját nyelvünket meghallgatni, hogy milyen lehet úgy a magyar, hogy nem érted. Nem? Milyennek hallottad először a magyar nyelvet, vagy milyen, amikor mi beszélgetünk, mert ugye az olaszokra mondják, hogy olyan, mintha veszekednének. Az oroszokra és a görögökre és mindenkire rá lehet húzni egy jelzőt. A magyar milyen, amikor még egy szót se értesz belőle? Milyennek hallod? Nem tudom, milyennek hallom. Fura nyelv, nem? Furcsa. Nagyon hosszú a szavak, meg nem tudom. Japán nyelven rövidebb szavak vannak? Igen? Rövidek, meg a több szünet van, uh-huh. hogy szoktunk kicsit megállni a szavakat. Kicsit nyugalom van. Nem kell fegyelemben. Meg szoktunk így, hogy mondjam, szóval nem amit mond, de az a csöndes szünet, meg az a akcentus, vagy a intonáció között érezni, igen, hogy mit szeretnék mondani. Ti azt is úgy tudjátok megkérdezni, hogy kérsz egy pohár vizet, hogyha nekem ezt egy japán mondja japánul, akkor azt hiszem, hogy most ránt elő szamurájkal. Igen. Jézusom, ne ülj meg, csak azt kérdeztem, hogy kérsz egy pohár vizet. Mit mondod? Csak a gyerekeimet te váltátok. Megnézel egy japán filmet, és kezd, foglalj helyet, érezd magad otthon. Hát ezt egy japán úgy mondja neked, hogy nem mersz többet ránézni. Meg na, mi? Ha ezt le tudnád fordítani, hogy a Balázs előtt mondod. Hogy van japánul? Kérsz egy pohár vizet? Ez hogy szól például japánul? Omizirimasuka? Nem ilyen? Omizirimasuka? Odaadom a pénztárcámat, nem bárcsak a bölcsön. De ugye mergesen hangzik? Igen, hogy... Nagyon erélyesen. Igen, omizinomi maszka. Na jó, így azért, na, ez azért ez így szép. Én amikor például japán erotikus filmeket néz, akkor... Jó, erre nem tudok kommentálni. Hagyjuk a sushi készítést, Maki, van itt sokkal izgalmasabb dolog. Akkor soha nem értettem, hogy miért haragszik a bácsi a nénire, mert nagyon fiatallal láttam egyet. És miért? És kiderült, hogy nem, egyébként ők szerelmesek egymásba, és most éppen nagyon szép dolgokat mondott neki, de... Igen. Jó. Miért lehet a japánoknál fehér neműt kapni boltba? Ezt mondd meg nekem, Maki. Használtad. Hogy ez, mi történik ott veletek Japánban? Ez más rádiós műsorban elhállottott múlt héten. Ez igazából ez inkább ilyen legenda. Szerintem nem volt így, hogy minden sarkon volt egy használt bugyi automata. Hát jó minőségű képekkel támasztják alá a legendát. Mert mert nem olyan, ez egy kicsit durvanak hangzik, nem bárhol. Mit csinálnak veled? Bedobja az automatába a lány, aki ott hagyja, és a pasi pénzért megveszi a használt bugyit? De ezt tudod, hány éve ezelőtt volt? Igen? Ez már most lehet, már a 30 éve ezelőtt valami. De mit csinál? Vagy hazaviszi? Vagy ez nálatok egy teljesen bevett dolog, hogy használt fehér neműs... Szerintem egy hely volt, és kb. Egy olyan automat. És valahogy így kiment egész világon, mint minden sarkon lenne olyan automata, de nincs. De nincs ilyen? Nincs olyan. Akkor mégsem megyek ki. Akkor nem is olyan érdekes. Ez így már nem is. Lehet ilyen szexuális kapcsolata, lehet kicsit intro, de sokkal introvertabb vagyunk, mint európaiak. Igen. Mert hogy a nőknek se nem öltöznek, nem mutatnak sok bőr, akár nyáron is. És a tévéműsorok, amik nálatok mennek? Az nagyon durva. Múltkor láttam egy olyan tévéműsort nálatok Japánban, az internet kereső oldalon, hogy az volt az angol fordítás, hogy ismerd meg az anyádat. És arról szólt a műsor, hogy egy falon keresztül nők belógatták a saját mellüket, és a fal másik oldalán a fiúnak meg kellett találni, hogy melyik mell tartozik a saját anyjához. Mondjuk én imádtam. Csinálj, sokkal durvább dolgok történtek egyébként ebben a műsorban. Az első forduló az volt, hogy megismered-e a saját anyádat. Oda ment a srác, ez egy vetélkedő. Vannak ilyen műsorok nálatok, nem? Igen. Ugye? Főműsor idős vetélkedő. Japánban oda ment, és a falnál megtapogatott 8 darab női mellett. És azt mondta, hogy ő az anyám. Ő szoktatott. Megtapsolta a műsorvezető, kijött, mondom, azért még valahova fejlődni az RTL-en, tudod, mondom, ezt beviszem a Kolosihoz, mondom, Péter. Igen, hát, ezt szívesen csinálnám. Egy ilyet szívesen csinálnám. És anyádnak hogy fogod beadni? De még ti nem szívesen csinálnak ilyen? De hát ezt képest el vagyunk maradva. Tehát másnak az anyjába. Mi még ott ilyen kód, meg juski a labirintusból, meg találd meg a helyszínfet, meg nem tudok. Hihi, hehe, ha nálunk.
És aztán jött egy durvá forduló, az már nem adásképes, hogy ezek ott bevett műsorok, nem? Aki mesé már elő egy kicsit, hogy ez tök megszokott állatot? Igen. Van olyan bolond tévéműsor. De lehet ezért olyan vicces, mert annyira, hogy ilyen nincs. Szóval tényleg ez ilyen tévévilág, hogy ilyen médiában ez egy vicces, de szerintem mindennapos, vagy a mindennap ilyen életünkben sokkal csöndesebb, lehet unalmosabb, mint lehet, hogy ezért. Hát ez egy vicces, igen, mert tényleg nem. Nem, én azóta elég sok ilyen műsort megnéztem, hát vannak formátumok, amiket javasolni fogok. Nem láttál ilyet? De hát nekem a kedvenc, amikor egy autóbuszban benne van 20 ember, bezárják az autóbuszba, és belökik egy molóról a tóba. És be van kamerázva, és akkor ki kell jönniük. És ha nem sikerül, akkor akkor picit küzdelmesebb lesz a dolog. Igen, például régebben volt, amikor ilyen 50 fokos vízbe bedobták egy emberek meg. Ilyen sztárok, rengeteg pénzt keresi, olyan egy nap múlva, mert tényleg ilyen több tízezer dollárt keresi, de ti szívesen beugrani 50 fokos vízbe? Akkor is, hogy mondjuk, nem tudom, 20 000 dollár fizettek, hogy hát, de mint műsorvezető nagyon szívesen csinálni. Ismerd meg az anyádat. Első fordulón vendégünk Gönci Gábor, Polyák Lilla. És mamája valahol. És a fal mögött le lehet tapogatni. Miről beszéltünk? Ja, sushi. Sushit mindenki tud csinálni otthon, az nálatok olyan, mint nálunk a krumplis tészta? Valami, mert több fajta sushit van, szóval nem feltétlenül, hogy ez a kettő, ami mondtuk, a nigiri meg maki. Mindenki, nem tudom. Szerintem nagyjából minden házi asszonyok, meg anyukák már ismeri valamennyire. A nigiri annyira nem szoktunk otthon készíteni, mert hát lehet, nem az, hogy nem lehet, csak az inkább, hogy bemegyünk inkább egy terembe, a sushi mester szakács, hogy készítjön. Ezen kívül tényleg rengeteg fajta sushit van, szóval megint, hogy ez a sushi rizs, a rizs, ízesített rizs, ez a fő, és van olyan, ami vegetáriános, mondjuk, nincs benne semmi. Csak a zöldség. Maki, az igaz, hogy az ilyen sushi mesterek azok csak a rizs főzést 3 évig nyomják. Én ezt olvastam. Most már nem mindenhova. Régebben így. Tehát az igazi profi 3 évig. Az elég kemény is, ami nem fő meg 3 év alatt, nem? Tehát én nem tudom. Én ritkán főzök rizs, nekem 10 perc alatt megvan, hogy 3 évig főzni a rizst. Bemész egy iskolába, és akkor az van, na Balázs, akkor 3 évig maga csak rizst fog főzni. Nem, mondanám, ez a képességektől függ. Balázs hamarabb meg tudná tanulni. Ők se az alaposság miatt, csak nem értik, hogy mi a lét. Gyerekek, 10 perc van már ott én tanítanék, így, de átvenném az irányítást. 3 évig kell rizst főzni, de az valószínűleg nem elég sokáig. Szóval régebben így volt, nagyon-nagyon szigorú volt, hát persze most már olyan van ilyen gyors étterem, szinte gyors étterem, sushi, vagy a bemész, és már tudod, az, amit körbejár, hát itt van is van néhány ilyen étterem. Igen, az a running sushi, így van. Az, értem, az egy nagy... Mit kell ott utaztatni ezeket a vackokat? Az üzletmenet szempontjából ez egy tökéletes ötlet, mert a végére csak elfogy. Kulináris élményként szerintem addig megy, amíg minden elfogy róla. Hát nem. Addig nem csinálnak újat. Nem, most már nem, mert lehet rendelni. Szóval leül, lát, hogy nézi, ami körbe megy, és akkor ez kicsit száradt. Akkor inkább rendelek frissen. Szóval nem tudom, üzlet szempontból ez tökéletes, nem tudom. És pucérnőkről lesztek még sushi? Azt is állam. És az érdekel, de is. Az is izgalmas. Ha én kimennék Japánba, és egy ilyen fehér nemű gyűjtőautomatába, mindenki a saját univerzumába. Minden. Bedobnék egy fehér neműt, mennyit kapnék, értem? Minden pénztől függ. Szóval biztos, hogy a sokat fizet, bárki bármit csinálnak. Hogyha sokkal fizet, akkor biztos van, aki szívesen adnák a bugyit, vagy a... Vagy a mesztelen nőket, a sushi malá. Ez a mesztelen nőről sushi evés... Én gyorsan megzabálnék mindent. Az egy jó dolog, ezt én láttam filmekben. Az bejön, az jó, nem? Mikor ez jó? Ott fekszik a mesztelen nő, és akkor tele van ott pakolva. Hát Makinak annyira szerintem nem. Akkor legyen ez a új üzlet, vagy a, nem tudom, Class Radio, sushi étele, valamilyen zárt, ilyen privát klubtagként. Fektessünk föl, kinek fér a legtöbb sushi? Egyértelműen a Ferinek föl kell fektetni. De kell fölfektetni, hát most akkor nem? Legyen fér. Csak Feri túl hínáros. Szőreim beleakadnának a sushiban. Japán szeme bennünk mi volt a legfurább? Bármi, a szokásunk, az ételeink, a
a berögzött dolgaink, a közlekedés, a vonatok késése, bármi olyan, ami, hogy itt hát 40 perc neki. Például abszolút megszokott. Vagy minden, ami mondta. Kérlek, amikor ide jöttél, vagy az első egy-két évből, ami rajtunk magyarok nagyon fura volt, vagy nem tudtad például a japán precizitás után hová tenni? Mi volt fura? Nekem fröccs volt nagyon fura. Jó, de megszeretted. Igen, tényleg nagyon imádom. Világos. A fröccs például nagyon-nagyon fura volt. Nem hát ott mindenféle ilyen szakékat isztok, nem ilyen pálinka, ilyen rizspálinka jellegű dolgokat, nem? Nem, többi is. Uh-huh. Szoktunk inni sócsú, mondjuk, olyan, mint pálinka, uh-huh. Csak szóval lehet így, hogy jéggel, vagy csak így magával, de általában szoktunk berakni, vagy hogy menjen kicsit a higítani, akár víz, forró víz, uh-huh. Teát, a juice, valami gyümölcslével, vagy szódával. És minden buli vége karate? Oké. És ha már kérdezi, hogy melyik a jobb, a kung fu vagy a karate szerinted? Tényleg, keresni kell szponzorok nektek, vagy elmennétek Japánba, és akkor én nagyon szeretnék, csak az egy hosszabb túra, tehát oda az ember nem tud szerintem egy hétre menni, akkor oda azért érdemes 2 hét, 3 hét, tehát egy nagyobb szabadságot kéne kiütnünk azért csak így a rádióból. Csak tudunk települni, nem? A egy jó kitelepülés. Egy Japánból élő műsor. Ugye? Na, add egy aztán. Ha valahol technikailag meg lehet csinálni, akkor szerintem csak az. Igen, a idővízi, szóval... Akkor egy kis idő eltolódás, ja. Igen. Na, kimersz velünk állni egy pálcika evőversenyre? Már nem a pálcikát akarjuk meg, hanem egy pálcikával evőversenyre? Ki persze. Tudja előbb megenni a rizst? Hm? Kihívjuk de minden szemek. Tudod, minden apró szemek meg kell lenni. Minden, de ez ecetes rizs, ugye? Nem, a sima rizs, amit sima rizs. Ez én jól lakok. Maki, számolj vissza japánul, figyelj. Hogy halljunk egy kis japán autentikus számolást, jó? 3-2. 10 vagy 3? 100-ból. 100? Akkor 5-ből, jó? 5-ből, jó. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Csihán! Csihán! Úgy gyerekek, annyira be fogtok égni. Bár Balázs a tempójában próbál követni, Makit követni. Milyen ő? Megette! Van meg 3 szem. 3 szem, hallod? Hogy mondod, Jani? Hanyarúgatok. Figyelj csak, mert egy 1/2 kiló rizslóg a szádon oldalt. De a gyorsaság volt a lényeg. Így van, meg kell lapátolni először, hogy lenyeli már nem kell. Aha. Gyerekek. Ki a bajnok, ki a király, ki a király? Gyerekek. Ti csak pálcikával lesztek egyébként, aki így nyugodtan egy kortyot közben? Vagy tehát például Japánban, hogy az ember nem sokszor lát evőeszköz. Használtok azért? Vagy a pálcika nektek mindenek felett, nem? Nem is nagyon ezt a késvilla? Dehogy nem. Igen? Dehogy nem. Mindenfélét teszünk, szóval kínait, francia, amerikai. De nem jó, magyar kunhát nem bánok. Annyira népszerű, de ezzel van magyar kunhát is, létezik Tokióban. Van egyik asszisztensom, aki tanított, ő magyar, és Japánban 4 éves, és ő tanított a magyar ételeket a főzőiskolában, Japánban. Az elsőre gondolom, hogy neked nagyon megterelő volt, nem? Tehát a magyar ételek egy japán számára, tehát fűszeres, csípős, mákos, nehéz, nem? Mákos tészta például a mai napig nem, ez nem értem. Igen, nem értem, azt senki nem érti a világon. Nem az a kérdés, hogy ízik, vagy nem, ezt nem értem. De hogy miért, vagy hogy tudjuk megenni? Miért, és miért annyi mennyiségbe? És itt annak olyan tényleg másodika, ugye a fő ételre. De tele van a polcukorra. Ez igen, de ez éves. Egy desszert, mondanád te? Ez desszert? Nem, nálunk ez, nem. Nálunk ez nálunk egy főétel. Hát igen. Tészta. De ha polcukorra gondolsz, akkor meg nyilván hát, desszert, ez teljesen ugye? Desszert. Na, de igen? Hát nem az, az egy főétel. És nyáron miért olyan, olyan durva, édes, gyümölcs, leves? Ez az első, ez az első leves. Jó, értelek, hogy leves, de ez egy tejszínhabban van, és ez cukorra. Ez nem inkább ilyen desszert, de ez kapja. Ezt mi elsőként tesszük egyébként. Hát az indiaiak meg mindent tesznek egyszerre. Igen. Mi is igazából. Kivéve kaiseki. Ez a ilyen 10 fölött fogásos étel. Mm-hmm. Akkor minden külön, de általában egyszer szoktunk. Szóval leves szoktunk kínálni a többi étel együtt. Aha. No, igen, csak a mákos tészta. A fűzelék, azt is. Jó, hát most egy rendes magyar gyomornak meg azt mondod, hogy egyén nyers halat meg algát, hát az is kitér. Igen, a magyar meg azt nem tudja hova tenni, hogy a nyers ételt meg kell enni. Persze. A japán konyha az nem egy ilyen szükségkonyha, hogy mindent megesztek kivéve harokon? Tehát, hogy mindent, ami ehető, gyakorlatilag bedolgoztok ti is a konyhátokban, nem? Hát, minden eszünk, igen. Minden eszünk, de például a harcsa, az nem. Mi tiesztek? Eszünk. Mi a baj a harcsával? Miért nem?
Miért nem? Mert mi szoktunk mondani, hogy nem tiszta vízben él. Hát ugye? És de pontyot esztek? Ponty nagyon kevesen. Na, de a ponty az büdösebb ország, mint a harcsa. Igen. De figyelj, amikor Japánban voltam, most januárban, és mondtam, voltunk egy sushi étteremben, Tsukiji, az a legnagyobb a hal piac, piacon belül, és ott, ott reggeliztünk sushi, hajnal 5-kor, és mesterszekkel csak mondani, honnan jöttetek Budapestre? És akkor, és mit tesznek ott? Halak tesznek? És akkor, hát ponty. Ponty. És jött három szakács, hogy így hozzám, hogy tényleg ponty esznek, és hogy jól hallottam. Nézd meg, ő az, aki pontyot esz. Hogy, mert hogy koszos a víz, és hogy, hát, hogy nem tiszta állat, nem? Vagy hogy nem, annyira nem. És az ott én leves készíteném, és sashimi, szóval nyersen is lehet enni, de nem szójaszószal szoktuk enni, de ilyen kicsit édes, nagyon sós miszópasztával. Hát meg a miszóleves, igen, miszópasztá, hát, igen. A miszóleves készül. De ez nagyon különleges étel, szóval ez nem olyan étel, ami minden ételben lehet találni, ez tényleg ilyen különleges, hogy csak a helyek. Na, és van itt neked egy főzőiskolád, ugye? Hogy abban tanítod a magyarokat sushit csinálni? Igen. De jó. De... Kik mennek, pasik, vagy csajok inkább, vagy mindenki? Mind a kettő. Figyelj, emancipált férfiak jönnek, nagyon örülök, mert például, hát igen, amikor először jöttem, mindig ezt mondta, hát a konyha munka, hát a magyar férfiak, ez egy női munka. De jaj, ezt hittem európai, hát európai férfiak, és sokkal emancipáltabb, nyitottabb. Például ez volt nekem furcsa, amikor miért először jöttem. Otthon egy családban a férfi főz? Jó, Japánban annyira nem, de pedig a fiatalok most már segít. Szóval szívesen vigyázi a gyerekek, pelenkálok, meg a... Ja, szóval más. De nem, ezt hittem, nekem csak ez volt fejebben, hogy magyar, akkor ilyen európai férfiak, sokkal ilyen, nem tudom, nyitottabb lesz, de tényleg sokkal több. Az igaz, hogy azért nincsen női sushi készítő, mert hogy hidegebb a kezetek, és a hideg kéz miatt effektíve nem tud úgy összeállni a sushi? Ja, szerintem ez ilyen. Ez mondták. Én ezt hallottam, hogy ezért nincs sok helyen női sushi készítő, mert hogy a nőknek a készőmérséklete sokkal hidegebb. Hát sajnos ez ilyen még mindig ilyen mai napig készi a férfi világ. De szerintem a maga fűz. Ugye, hogy a profinként, szakácsként az minden világ mindenhova, a több férfi dolgozik, mint nők. Hát ez mert ez 16 órát a 40 fokban állni, az... Igen. És ezt szerettek egyébként japán nőről fagyit enni jobban, mert soha tovább megvan. Hát kérdezem meg, hogy ebbe a bugyi automatába egyben a bugyit, ha bevallod. Ismerszi a kúzát? A jakuza tényleg fehér autóval jár. Maki, drága vagy, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Tegyél még itt nekünk adáson kívül össze valamit, hogy azt le tudjuk fotózni. Jó. De nagyon élveztük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. A sushi készítésről kevesebbet tudtunk meg, de Japánról viszont annál többet. Az avokádó magot én elvinném a macskának játszani. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Azt kérdezik hallgatónk SMS-ben, hogy Hello Balázs, régen hallottuk már Pistoriosról. Már rég álltál elő valami összeesküvés elmélete. Nagyon várom. Üdv a kecske szívó. Majd beszélünk. Hogy? Hogy hívják? Üdv a kecske szívó. Majd beszélünk. Jó, majd beszélünk. Pistorius ügyel, mi a helyzet? A zajlik még, nem? A zajlik, igen. Éppen, a hülye éppen verekedett egy diszkóban most. Nem olyan régen. Mert hogy... múljon az idő? Hogy múljon az idő. Igen, elment egy szórakozó helyre, ahol találkozott az ő nagy riválisával, és elkezdett verekedni, majd még kicsit szitta az ország elnökét is, Jakob Zumát. Jakob Zuma. Az ország elnöke. És aztán ott még kicsit lögdösödtek, aztán Pistorius elment, meglehetősen agresszívan viselkedett. Erre volt a bugyóban valamelyik omega tag? Hát a Benkőt látták a háttérben birkózni egy afroamerikai lánya birkózott a bárpulton. Úgyhogy ez a helyzet. Egyelőre zajlik a per, most megállapította egyébként a pszichológus, hogy skizoid a csávó. Aha. Tehát, hogy kettő személyisége van. Egyrészt van a nagyon magabiztos Pistorius, aki 1,84 a műlábakkal együtt, és olimpikon, és sportoló, és nagyon magabiztos, meg van az 1,50 magas
önbizalomhiányos, kicsi védtelen Pistorius, és ez a két személyiség folyamatosan változik benne, de nem áll túl jól a színája. Ez is nagyon tetszik, ez a szakértői vélemény, és hogy ezt így össze tudták hozni ennyi hónap alatt. Ez egy picit olyan, mint a malágép kapcsán kijött szakértői vélemény. Egy rakéta becsapódása okoz. Nem, ezt most azért állapították meg, mert elküldték egy hónapos ilyen kis továbbképző táborban egy klinikára, ahol rengeteg doki foglalkozott vele, és ott állapították meg, hogy tudathasadása van. De ez nem felmentő, ugye? Nem felmentő, és ezért valószínűleg az agresszívebb énje jött elő aznap este, úgyhogy egyre rosszabbul áll a Pistoriusnak a színája. Szerintem megy. Bőribe megy, illetve napvilágot látott egy videó, ahol ő eljátszotta a tárgyaláson, hogy ölte meg a barátnőjét. Tehát ezt eljátszották vele. És az egész videó egyébként valahogy kiszivárgott, ezt több ausztrál, meg angol csatorna is átvette, és ott látható, hogy ő hogy játszott el azon a tárgyaláson. Illetve pontosabban talán lehet, hogy a lakásába vitték vissza, és ott a helyszínen rögzítették azt a videót, ahogy neki el kellett játszani, és megmutatta elvileg, hogy nem volt ez valójában gyilkosság. Úgyhogy most itt állt az ügy, tanukat hallgatnak meg, de a szakértők azt mondják, hogy ez elúszott. Aha. Meg hát azért itt közben verekedsz egy diszkóban, nem túl szerető. Igen, még ha csak egy ilyen kis lögdösödés is volt igazából. Na. Szerintem elég tartalmasan válaszol vele a kecskeszívó kérdésére. Gyerekek, egy ilyen hallgató kérdésére, akinek az, hogy kecskeszívó, nem merek, nem. És azt is, hogy majd hívlak. Tudod, az mondat is, igen. Majd hívlak. Igen. Na, viszont... Hagyományos vagy gépi? Tehát, ha éppenséggel arra járunk... Én remélem, hogy már beszereztek valami gépet. Most magasan hagytam a hangsúlyt. Nem. Vannak dolgok, amiket nem akarok kipróbálni. Mi pénzért szívnék le egy kecskét? Már hogy érted, hogy tejet belőlem? Wifi peso. 30 ezer. No. Hogy az 30 ezer megcsinálná? Hát ebben semmi udarító nincs. Tudok olyat mondani, mert valójában elgondolkozol. Tessék, jön valaki, és azt mondja neked, hogy fájdalommentesen levágja a hüvelykujjadat. És az egyik kezeden négy ujjad van. Mennyi? Melyiket? Mennyi? Bár amelyiket te válasz, amelyiket válasz, mennyi? Az rohadt fontos, új kis új inkább. Nem, hüvelykúj. Mennyi? Hát az semmilyen. Nem mond nekem, hogy valaki idejön 100 millió forint, és azt mondja, hogy viszem a hüvelykújat, itt van 100 millió forint, nem adod oda. Tessék, mennyi az ára? Egy az egyik a legfontosabb támasztó ujja. Mászásnak. Egy csomó mindent meg tudni az embert. De a jobb megmarad, azzal még tudsz fogni. Hát az is igaz. Oda a hüvelykúj, tessék, mennyi? Századhoz 100 millió? Mondja, simán. Összeget. De? 100 milla. 100 milla. Te se vagy normális. Miért? Jó, mondjuk futsz is már. De most százért miért nem 100 adod? 100 millióért a hüvelykújjadat? Miért nem adod? Nincs semmi szükséged rá. Na, állítólag még nagyon sok. De hogy írdalnál? Hogy írdalnál utána? Könnyűkkel megfogom, a halat azt már másikkal tudom. Fia, nagyon fontos, hogy próbáljátok már kizárni a mozgásokból a hüvelykújjatokat. Rohadt nehéz. Nem is gondolod egyébként, hogy mennyi mindenhez kell. Tehát a WC-papír megfogásától kezdve a fogmosáson keresztül. Tehát nem is tudod átgondolni egyébként, hogy mennyi minden. De minden meg tudsz csinálni egy kézzel. Tessék, 100 millió forint odaadnád? Persze. Hát nézd meg itt a papír, azt is föl lehet. Jó, mondjuk, ha van bidéd, akkor nem annyira. Igen. 100 millió hüvelykúj, nem? Sok pénzem 100 millió. 200. 200 millióért adnád oda a hüvelykújjadat. 200-ért, igen. Azt mondaná, annyit nem fizetek. 120-an van összesen. Ez az utolsó. 150, te jössz. De nincs több hüvelykúj. Én nagyon sokszor játszom ilyet barátaimmal. Hogy nincs több hüvelykúj. De ti lehet, is vágjátok. Ó, srácok, oké, jó, buli, meg minden, meg... De hagyjuk ezt a játékot. Megézés, srácos étvége, de nincs több hüvelykúj. 120 millió, nem adod a hüvelykújadat. Leszerveztetek valamit már, vagy miért? Nem is tartok ennyi ezzel. Az az összeghatár, ahol mindig elgondolkozom. 150 millió. Nagyon sok pénz. 150 egy hüvelykújért. A kis ujjamtól megválnék egy 100-asért. De kis ujjtól megválnék. Én 100-ért lehet, hogy odaadnám. 100 millió gyerekek azért, az nagyon-nagyon sok pénz. Nagyon sok. Szerintem egy csomó ember még kevesebbért is odaadná, és teljesen érthető egyébként. Tessék, jön valaki, és azt mondja, hogy bal szem, egy tollal kiszúrom. Ah, nem állsz, Adi. Én csak jó, azzal nem látom. Fáj, nem érzel fájdalmat. Tollal, és hogy tinta is picceljen be a szemüreg. Nem érzel többet fájdalmat, de fizetek neked 400 millió forintot. Az egyik szemért? Hát figyelj, én a jobb oldalit szívesen odaadom, mert én azzal úgy se látok. Na de örökre egy ilyen Jack Sparrow, ilyen cúra. És képzeld, amikor reggel felkelsz, és befelé van fordulva a szemgolyót, és egy gyerek oda megy, hogy jön egy puszi. Hát és alszom még így rá. 400 millióért egy szem, tessék. Simán. Nekem ez nem működik. Tehát, hogy na de örökre egy ilyen Jack Sparrow izébe kell járnod. Tök jó, legbolyt. 500.
Na most mi a különbség a 400 és az 500 között? Pont 100, de nem mindegy. Mit csinálsz már azzal a százassal? 500 ráadásul mi? Félvakon. 500-ért odaadnád a félszemedet. Az a baj, hogy 500, az nagyon sok. Nem, valószínű nem. Örökre. És akkor utána, hogy fogsz csalni, jó, mondjuk én nem, de mert hogy boldog család életet élek, de hogy csajoznád? Mindig csak, hogy jobbos profil. Jaj, ne legyenek már illúziói. Hello, sziasztok, lányok. A csaj nem azért ül be, mert hogy nézel ki, hanem azért ül be, mert ott vagy egy punci mágnes 911-es Porsche-val, és azt mondod neki, hogy szia. Rámutatsz az agyaszülésre, megütögeted, és azt mondod, hogy itt a punci mágnes. Uh-huh. Hol? Itt az ülésen. És miért van annyira összetörve a bal oldala? Nem érdekes. Ne legyenek illúzióid. Vannak csajok, akiket nem zavar, hogy félszemed van. Viszont ott ülsz egy Bentley Continental GT Cabrio-ban. Még az a baj, hogy te az 50-es villamoson mennél félszemmel. Persze. Tehát, hogy tehát, hogy nem, én hazavinném az 50-es villamoson, és utána pedig megmutatnám a garázsba a Porsche-t. Látod, kicsim, ebben nem fogsz bele. Zsírulj, még be sem tudtam indítani. Szóval 500-ér? 500-ér oda? Ott 500-ér? Ez fél milliárd forint. Hm? Fül? Fű, ez egy jó kérdés. Hát, az... Mennyiért kilaudásodnék picit? De hogy nem levágni, hanem mondjuk cakkosra. Van ez a szabászolló, tudjátok, ami ilyen cakkos. Ne. Mondjuk azzal, hogy végigvágni, és cakkos lenne mind a kettő. De várjál, azt utána meg lenövezted a hajad, azért azt el tud tüntetni, 200. Én már nem tudom lenövezteni. Az is igaz. 200. De altatásban zajlik a műtét. Fülenként? Tessék? Fülenként? Nem, mind a kettőt nem adom. A fél fülem... Hát most akkor, ha mind a kettőt megcsináltatod, az 400 a két fül, és akkor legalább szimmetrikus vagy. Hm. Most és ott tűz ilyen cakkos füllel, mint valamilyen ilyen kis izér rakott szoknyának a vége. Igen. Na most miért? Az jobb, hogy az mindenki azon vicc, hogy mi van, oda csukott a fotocella, vagy mit? Nem. Te mennyiért adnád a fél füledet, tessék? 50-ér. 50, de várj, jön valaki, és azt mondja, hogy Feri, diszkrét, altatás, fél fül, le, kész, semmi. Hogy 50, nincs is? Hogy nincs, nincs hogy, meg? Hogy vége van? 50 mi nem áll? Hát most miért? Úgy sincs rá szükség. Nem. Csak az irányhallásban segít a kagyló. Elbizonytalanodná szerintem. Tehát itt lenne bal oldalon egy beöltözött sebésztím, és jobb oldalon egy táska 50 millióval. Nem tudom, hogy a sebésztímet választanád. 50 millió sok pénz. Az is. Tehát azért 50 millió. Te mennyire adnád a félfüledet, Jani? A félfülemet? Úgy, hogy viszik így. Tehát, hogy nem tud lenöveszteni, marad jönnek, ez jönnek, viszik. Jönnek, viszik. És nem hozzá. És nem, soha többet nem hozzák vissza. Mennyi? Figyelj, 200. Na jó, csomagár 180. Mind a két füledet odaadnád 180-ért. De a hallásomat az zavarja? Nem. Vagy befolyásolja? Nem, hogy hallásod nincs. Tehát nem fogod hallani, hogy merről szólnak. Jani, tessé! Hol? Hol vagy? Szórakozz, rohadék! Itt vagyok! Itt vagyok! Itt vagyok! Rohadj meg! Anyádat, ha megtalállak! Itt vagyok, átad mögött! 180-ért odaadnád? 180-ért a két fülemet. 180 millió. Nem adnám oda. Nem, miért akkor inkább ne legyen 180 millió. Gattyán úr, Csányi úr! Hallották, ugye? Szerintem megér egyet a poén. Figyelj, megér 180 volt a két fülemet. De optikailag, és nincs de újra. Már nem tudom, mert már nem használjuk semmire. Az első néhány hónapban még bele nyalt Móni, de azóta semmi. Elmúltak már azok az idő. Szőrösödik a fül. Egyébként nagyon idegesítő. Állandóan találok rajta egy ilyen hosszú szőrszálat. És akkor nincs ellenfénybe. Na? Jó. Térd alatt egyik láb, 600 millió. Soha. 600 millió. Nem. Miért nem? Pisztori. 600. Na jó, tessék. Oké, térd alatt egyik láb, 800. 800 millió forintot valaki idén, és odaad egy táskát, és azt mondja, hogy ennyit ér nekem az egyik lábad, a rosszabbik, a gyengébbik térd alatt. 800 millió. Az a baj, hogy félek mindig, amikor te bemondasz egy ilyet, hogy már megvan rá a fedezet. Egy milliárd. Egy milliárd? Egy milliárdért odaadom az egyik lábamat. Ne tértől lefelé. Nem menni. Ha nem csinál, akkor 1 millió 2. Ha már te se akar. Egy milliárd? Valaki hoz 1 milliárdot egy táskában, és viheti a lábadat? Tértől lefelé. Gondoljunk csak bele, 1 milliárd. Áj, nem tudom. Nem tudom. Egy milliárd és semmire nincs gondot. Így van. Pénzügyileg. Hát futásnál de bajba vagy, de... Hát. Bizony. Levennék, és aztán valahol szépen eltemetnék. És én aztán nem a köven, hogy csonkapicik. Mennyiért adnád? Mennyiért? Azt mondom, hogy nem. Tehát ez 10 milliárd? Nem, azt mondom, nem. Az nem eladó. Mi nem eladó még rajta? De figyelj, ahogy te focizol. Az úgyis mindegy. Te tulajdonképpen minden csak összegfüggő, bármit az összeg, bármit csak az összeg legyen meg. Tehát ha mindenre tudnak olyat mondani, igen? Tehát mindenki kacérkodik ezekkel a gondolatokkal. Én nagyon sokat gondolkozom ezen, csak így viccből egyébként, tehát mi megyünk egy hosszabb útra, barátom, és ezt játsszuk.
mit tudom, kisújtessék 60. És akkor igen, és igen már vagy tartják ne. Is. Igen. Tessék, vágja. Tessék, Galambos Lajos. Egy hét nem fürdés mennyire után... Mennyire vágatnám le? Galambos Lajos egy hét nem fürdés után beleül az orrodba, tessék. 80. 80. De 80, és egy, csak úgy tudsz levegőt venni. Igen. Így, és mit tudom én, mit tudom én. De úgy írtad, hogy tajtékos szeleppel? Száz. Lajcsi azt mondja, hogy Janikám, nagyon szeretlek, szerettem a műsort, jó arcok vagytok. Ráülök az arcodra, száz. Mesztelenül vagy gatyá? Mesztelenül. Csak kijön, és azt, hogy találkozok, és ráül, és messzen ráül az arcod, és utána hoz egy bőröm, hogy 100 millió. Lesz-e róla a HD videó, vagy sem? Ne, semmi, semmi. 100 millió. Egy percig ott ül az arcodon. Gyere, Lajos! Nem! 100 ezer ér. Nem, 100 milliót mondtam. 100 milliót ja, mondtam. Ja, 100 millió, simán. 100 millió ér. Igen. Szeh tőlem még pöröket ja, nem 100 ezer? 100 millió ér. 100 millió ér. 100 millió ér. 100 millió miért nem üljön rá? Hát. Még meg is fordul, mondod. 100 millió, ül, elolvassa nagy újságot. Egy legénybocsú, durabb dolgok is történt. Igen, ezt most fölélődtem, ezt most nem. Az a jó összeg, amikor mindig kísértésbe esel. Tehát az a jó, amikor pont úgy lövöd be az összeget, hogy nem tudod, hogy igen vagy nem. A 100 millióval most túlmentem. Túlmentem. 100 millió kétszer is, nem? Persze. Igen. Jó. Utána még rádül a smukkandor is, mondjuk egy 50-esért. Az nem, az már nem biztos. Nem, de a mondom, Lajos valahogy így. De nem, sehol nincs kinn az orrod, semmi. Tehát teljesen teli beül. És csak úgy tudsz levegőt, hogy... És ezt a hangot adott ki egy óráig. Vagy egy percig. Órát ül. Nem, egy perc. De valamennyire azért csak tudjak vele kommunikálni, hogy... Hát, hogy mi van veled, hát, amikor paskolod nagyon, akkor az Andor. Már szálljon le. Szerintem, de Lajos... Hallott, picit szerintem már, most már túl mélyen vagyok. Szállj már le! Lajos, ez a mandulát? De most komolyan. Jó, hogy igen, nagy dilemmák ezek igazából. Okay. Sokám az, amikor valaki megjelenik ennyi pénzre. Egy hónap közös turnébusz Pataki Attila. Egy hónap összeköltözés Pataki Attilával? Na. Szerintem nagyon-nagyon sokat nevetnék. 50. Később. Az ide lezzel? Együtt kell élned? Később az idegosztás. Igen. Tehát mindig mellette vagy. De mi jöttök, mentek, bevásárolni, és egy hónapig. 30 millió. És akkor ott kószáltam a tarlón, nem volt rajtam semmi, akkor már 5-5-szörre raboltak. Ufó, gyermekek nőttek. Pataki Attilával egy hónapig együtt élni. De mit kell csinálni? Este együtt fekszünk le. Egymás arcába ülünk. Vagy mi elbúcsúzunk egymást, és reggel külön szobában alszunk, és egy hónapig együtt vagyunk. Igen, reggel föl kell, akkor és meghallgatom az elméleteit, felébreszt, jogázunk együtt. Így van, mentek egy a koncertre. Kicsit paraszkodik a devizahitel miatt. Gyerekek, ez nem annyira megterelő. Semmi, 30 millió. De minden reggel le kell vixolnod a fejét. 35. Miért, ti mennyiért mennétek el a Patakival? Egy hónap folyamatos együtt, és 30 millió. Én fizetnék érte. Menj, mutat. Szerintem el tudjuk intézni. 30 millió, én nem vállalnád? Simán. Nem, mikor még kevesebb erés. Egy 20-asért. És mennyi jó sztorid van utána? Egy hónap ilyenek előle a morning show. Látod. Kuki működőképesség? Minden rendben, köszi. Na, azt például ki lehetne váltani pénzre? Semmi pénzért, mi? Soha többet nem vagy képes szexre. Soha többet. Soha. De fizetek neked 3 milliárd forintot. Hát. Ugye? Mondjuk elég sok. Elég sokat kérsz. Na most, ez a jó összegbelövés. Amikor úgy lövöd be, hogy basszus, nem tudod eldönteni egyértelműen. Nem. Nem? Négy? Nem. Nem, szerintem nincs annyi pénz. Öt? Nincs annyi pénz? Neked? 5 milliárdért. Hát már hova? Mi a... De most komolyan, tényleg ezt a kicsi jót is el akarjátok tőle. Nem akarjuk elvenni, csak adunk valamit. De kapsz érte valami nagyon őre? Nem, valószínűleg azt hiszem, hogy nem. Nem. Hát érted? Tele lennél pénzzel, jobbnál jobb nők jönnének így veled van. Szembe. Használod a pénzt, és tudod, hogy hiába van pénzed, egyikkel se tudsz nagyon semmit csinálni. A véged, az nem kiváltható pénzzel. Te elgondolkozol rajta? Érted. 3 milliárdért? Hát azért úgy abból megvagy, nem? Á, nem, gyerekek, ezt nem. Jules, 3 milliárd, de soha többet? Nem?
Laci 3 milliárd, de soha többet, nem? És képzeld, hogy tényleg másfél év múlva a hátul a nyári konyhába egy propán után palack robbanás, leviszi a fél lábamat, szakos lesz a fülem, és leszakítja a heréimet. És jössz be, és én azt mondom, hogy... Igen, és jössz be, én megmondom, mi van, Jani, elfogadtad a 600 milliárd? Mit akarsz, Jani? Azt nyitjünk, három milliárd, mi van? Na jó, van, etessétek, mert aztán küldjétek haza. Ez itt a Best of Morning Show. Jószlád Dosi kitalálta, hogy ő majd kipróbálja, milyen szülni. Ezt mi megnéztük, és könnyelműen azt mondtuk, majd, ha mi szerzünk egy ilyen gépet, kicsit én legalábbis hittem abban, hogy az ilyen gépet a büdös életben nem lehet szerezni, akkor majd ezt mi is kipróbáljuk. Kettő, azaz kettő nap alatt, ami drága szerkesztőink, többek között Laci, megszerezte. Na, ezt meg a Juli. Gépet. Meg Juli. Juli, mert Julinak csillant fel a szeme először. Ezt ki kell próbálni. Itt van velünk Tóth Ildi, hello Ildi, szülésegítő dúla, ezt a szót használj? Dúla. Igen. Dúla. És Ackermann Zoltán, hello Zoli, jó reggelt kívánunk neked. Szia, te hoztad magát a gépet. Ildikó, ugye hát a szülés most már annyi féleképpen zajlik, hát én már látom bordásfal, meg labda, meg víz, meg kád, meg fekve, meg állva, hát most melyiket tanácsolod? Vagy ebből mi a szülés, mi a rákészülés, amiket felsoroltam? Hát azt gondolom, hogy... Azt gondolom, hogy te egy reménytelen eset vagy, Balázs. Igen, ugye renye mély izmaidat egy kicsit most... Megbozgatjuk? Munkára serkentjük. Nagyon jó. Az, hogy ki milyen pozíciót választ, ehhez ezek segédeszközök. De azt gondolom, hogy a lényeg az nem ez. A sokkal inkább a szemléletben dől el egy szülészeten, hogy mi az, amiben tudja támogatni a szülőnőt, hogy adott esetben ne csak egy fekvő pozíciót tudjon felvenni, ami nem kifejezetten előnyös se a babának, se a mamának. Hát de mégis mindenhol azért a legtöbb helyen ezt erőltetik. Anyuka lefekszik, tolja, megszüli, nem? Közben ez nem előnyös? Igen, ez körülbelül a múlt előtti század vége óta van ez így. Addig állva ment, ugye? Állva, hát gugolva. Ki hogyan? Állva, gugolva. Tehát a természeti népeknél ritkán van az, hogy hanyat fekszenek a nők a földön. Milyen érdekes, a itt földön, meg, hát a legtöbb ember fektetik. Igen, ez kényelmes az orvosnak. Tehát az biztos, hogy könnyebb hozzáférést biztosít az orvosoknak ez. De ha már mondjuk a műszerrel egy harmadik területi kört próbálunk ki, mert hogy az első kettő már fel van térképezve, akkor itt is lehet egy alternatív módszer. Tehát, hogy Balázs például egy gyertyállásban simán megszűrő azt a gyereket. Nincsen ezzel. Felmegyek gyertyállásban, nagyon szívesen, Pecs. Ott fog majd nagyon kiabálni. Hány gyereked van? Kettő. Zoli, neked? Ötnél tartunk. Aha, jó, mindent értek. Öt gyerek. És ez így, ez hogy? Már értem nyilván. Adjál erre egy normális magyarázatot, hogy miért? A gyakorlati részével tisztában vagyunk. De értem én, hogy van ennek egy kellemesebb fázisa maga a készítési folyamat, de hát mégis azért, ugye... Szóval nézd, az első három az úgymond tervezett volt, bár nem gondoltuk, hogy ilyen sűrűn jönnek, mert ugye a legidősebb az még csak most lesz 4 éves. De a... negyedik páros, ugye az ikrek, ők becsúsztak úgymond, tehát azt nem gondoltuk komolyan. Illetve kicsúsztak, ugye hát? Hát aztán meg kicsúsztak. De milyen volt a pillanat, amikor szóltak, hogy kettő van? Én nem hittem el. Tehát ugye ez úgy volt, hogy mivel annyi gyerek volt, én már otthon voltam a hárommal, amíg ugye vizsgálatom volt a Viki, és jött haza, mutatta az ultrahang eredményeket, hogy hát ikrek. És ugye hát a orvosunkkal már egy elég jól vagyunk, hiszen elég sok szülésen ment keresztül. És én azt gondoltam, hogy ez valami tréfa lesz. Persze. Néztem, gyanús volt, rajta volt a nevük, azért mégiscsak hát nem hamisítanak egy ilyen papírt. Atya Isten. De azért ugye elsőre nem hittem el. Aztán felhívtam az orvost, hát sajnos megerősítettem. Nagyon megfenyegettem. Azért ez kemény, nem? Azért is volt nálunk ez kétség, mert az első ultrahangon csak egyet találtak. Hát abban így van egyébként sokszor, így nem látják. Ugye hát egy petiületű voltak ráadásul. Illetve még azok. Hallod, Jani? Van még hova fejlődnünk. Tehát mi egy szemgyerekkel igazából azt gondoljuk, hogy mennyire nehéz sokszor, nem? De hát mit tudunk erről, ahol ott két gyerek, öt gyerek, nem? Hát azért itt mi még beleúszhatunk. Én már csak az élvezet kedvé. Könnyebb több gyerekkel, tényleg? Igen, azt gondolom, hogy sokkal könnyebb. De miért? Már eljátszanak egymással. A harmadik már fölneveli az elsőt. Igen, igen, a harmadik pont 5 éves, hát biztos neveli az elsőt. Hát, sokból segít. Biztos segít. Ezt én mondjuk megértem. Na jó, akkor lesz a Beninek testvér, vagy nem? Ez a kérdés. És te szülőd-e meg? Szülni akarok. Mit csináljunk? Hogy csináljuk? Hát föl kéne helyeznünk ezeket az elektródákat, hiszen most... Hova? Attól függ. Harpofáimat nem adom. Igen, hát hasra? Igen, az ágyik részre, tehát itt a személemcsont környékére helyezünk. Az egykori kockák helyére tegyük. Nem hoztam a rektális elektródát, tehát rendes Mit nem hoztál?
Tehát van olyan elektródánk is, amit ugye, ami ilyen hosszúkás, és ugye azt ugye be lehet helyezni. Várj, te kipróbáltad, azt mondtad ezt, ugye, hogy meddig írtad, meddig csavartad te? Én a harmadáig bátorkodtam, de én nem akartam átélni a szülési fáj, nem akartam, mert láttam ilyet. Tehát a harmadánál a műszer tulajdonosan lekapcsolta, csak mondom. Azt mondtam, hogy igen, így nekem ez működni fog. De mi volt ez a hosszúkás, tudsz? Mert hogy van taxicsekkünk, még el tudunk érni valamit. Hát ezt ugye inkontinencia kezelésénél is szokták alkalmazni. Pont kell, hogy már kiadjuk. Ti szemetek. Megelőzés. Ildi, a maga a fájdalom nyilván ugye férfiaknak lehetetlen megérteni, de hogy így nagyjából... Máfosi. Nem, csak kérdezem, hogy van köztünk egy nő, aki szül gyereket. Hát azért ezt használjuk ki, hogy mégis nagyjából mi ez lehet, vagy lehet egyáltalán valamihez hasonlítani. Ugye hát én beszéltem a Vikivel, meg hát itt Anna, meg mindenki szül, de azt mondják, hogy egész egyszerűen, szóval nem az, amire készül az ember, meg nem is olyan. Mondják neked, hogy ilyen olyan 9 hónapig, de hát, hogy valami egész más. Én azt gondolom, hogy nem lehet máshoz hasonlítani. Tehát nekem azért, amikor szó volt erről, hallgattalak benneteket, és gondolkodtam ezen, hogy egyszerűen ez nem egy összehasonlítható élmény. Nem azért, mert a fájdalmakat kategorizáljuk, hanem szerintem minden fájdalomban és minden fájdalom elviselésében a motiváció az nagyon fontos. Tehát, hogyha mondjuk egy hegymászó neki indul a hegynek, és ott küzd, és mondjuk egy módosult állapotban ő valamiért ezt teszi, és mögötte van az ő érzelmeiben, az agyában, benne van az a fajta küzdeni akarás, és tudja azt, hogy miért csinálja ezt, mennyit küzdött ezért, igen, hogy hát hol van az eredmény, igen. Akkor ez nem összehasonlítható azzal, mint hogy céltalanul rám kötnek egy gépet, és azt mondom, hogy céltalan szót azért az egy picit erős, hát a céltalanokért bármi. Testvért. Hallgatóságot. Mondom, hogy céltalanul. Testvért és hallgatóságot. Igen. Jó, oké. Pakoljuk akkor föl. Hogy szüljek, Ildi? Mit szer... De bizony, ez majd ezt hallgass vissza. Hát nem ezért jó ez a műsor, gyerekek. Köszönjük meg ennek az arcrádokinak. Támogatlak, Balázs. A Dulának ez a dolga. Hogy megmondja. Aha. Az édesanyának, hát adj tanácsot, hogy dobjam fel a két lábam ide a pultra. Ülve jó. Én mondjuk, hát előbb vetkőzz le. Vetkőzzek le. Ildi. De alul Ildi. Is. Jó, oké, na gyere. Közben a vezérlő dobozt szeretnénk, hogyha áthelyeznéd János és közém. Ja. Jó, hogy mi tudjunk tekerni. Semmi akadály. Jó. Ki tekeri, tényleg, ki tekeri? Én. Ezek vizesek, ezek a kis elektródák. Direkt, hogy megcsapjon a kettő oszt. Na. Oda ragasztjuk, jó? De oda is ragasztjuk. Óvatosan, ott azért még kevesen jártak, még ahol most nyúlkálsz. Zoli, olyan helyen vagy, ahol nagyon sokan lennének, csak mondom. Tehát ide nagyon sokan vágynak, és férfiak is vannak köztük. Jó. Hú, de hercig vagyok ezekkel a kis zöld párnácskákkal, csak mondjuk, hogy Zoli mit szerel föl. Körülbelül egy ilyen 6 centiser, 8 centis maga a műszer, tehát egy komolyabb rálépéssel nagy kárt lehet benne tenni. Igen, picit olyan, mint hogy kilógna tenna betéten. És egyébként tényleg ilyen abszolút lehetetlen zöld kis párnácskák, amik egyébként vizesek, ezeket teszi föl Zoli rutinos mozdulatokkal. Kérdezem én a Miki Dúlánkat, hogy jó-e a testtartás? Mire? Jó. Hát próbálok egy ilyen félhivatalos dologgal előléptetni ezt a dolgot, hogy valódi szülés legyen. Ugye, hány perces fájások jöjjenek? Mondjuk nézzük meg, hát ehhez te értesz leginkább, hogy van, hogy akkor kicsit fáj, pihenünk, fújunk, ugye ennek van egy rituália, egyfajta menete. Igen, pontosan azért, hogy a női szervezet az ráhangolódjon a szülésnek a folyamatára. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy azok az erős fájások, azok egyszer csak váratlanul hirtelen becsapnak, ami egyébként a természet így nem produkálja, hanem szép folyamatosan ráhangolja. Nem tudom, hallottátok, amit Ildi mondott, tehát szép folyamatosan. Igen, nem, ez az agyatok. Én hallottam, és erre szeretnék olyan értelemben reflektálni, hogy van egy nagyon feszes tempót diktáló adásmenetünk, és én azt gondolom, hogy jöjjenek 20. két másodpercenként azok a fájások, mert ő most legyen egy veszélyeztetett terhes. Bármelyik pillanatban jön. Sajnos egy gyakran szülésztetveken is ez a módszer. Tessék, na, te mekkora szemét. Jó, nézzünk akkor egy olyat, hogy mondjuk a kis puja elkezd mozgolódni, oda teszem a kezem, és azt mondom, jaj, de rakoncátlan vagy, gyere Feri, induljunk a kórházba. Van ilyen? Úristen, de ne te tekerd, de hogy nem azért jöttem ide. Egy kicsit csak hadd. Jó, egy picit. De ez folyamatos lesz, vagy egyet ad egyet? Semmi gond. Ez most folyamatos lesz. Folyamatos. De miért nem ilyen? De miért nem? Olyat is tudunk. Kicsit rázas meg, na egy kicsit csak. Nagyobb összehúzás. Na nyomjad egy picit, nem? Aha. Az rohagy meg! Jó, ja. Ez még nem volt annyira vészes. Igaz? Egyébként. Olyan, mint a sok kicsi, hát bocsánat, de hogy ilyen vibrálás lenne. Tehát az a vibrálás ugye az abból adódik, hogy ez egy elektromos árammal működő készülék. Tehát az igazi összeutatásnál nincs ez a vibrálás, de ugyanúgy összehúzódnak az izmok. Tehát
Ebben öntést ezt megkaptad, ugye? A nőket nem elektromos. Igen, jött valami kis elektromosság. Jó, ez hányas fokozat volt? Vagy meddig tekert? Hát, ahogy kérted, ez csak egy kis rugás volt. Egy kis rugás. Egy kis rugás. Ez volt a semmi. Tudod, a belső szerveidet ezt azt rugdossák. Csak jelzett, hogy itt vagyok, papa. Igen. Ja, mama. Mozgolódom, papa. De Ildikó arcán miért van mindig egy ilyen kis, nagyon helyes ilyen kis mosoly? Na most megtudod. Na most, férfiak, megtudjátok. Jó. Adjunk valami kicsit keményebbet, kicsit. Hogy a kis puja... Tehát ugye lassan van egy ilyen lassú összehúzódás. Igen. Húzódik? Amikor... Nem, még nem érzi semmit. Igen. Jó, aha, most van az összehúzódás. Igen. Jó. És akkor... Skoládat ott maradsz. De most kérdés kölök. Most, aha. És akkor ez, ugye akkor ez itt tart egy 15-20 másodperc. 20 másodperc. Hát már ugye ahogy így haladunk előre, most már ugye húzott párosoknál vannak. Jé, de most befelé esik. Nem őszint. Nagyon fura. A vajudásban ezt hívjuk szociális szaknak még. Ez micsoda? Szociális szak. A vajudásnak szociális szakra akartam menni, egyébként csak nem vettek föl. Vannak. Jó, ez itt megmondom, hogy csitte gyermek, hát nem vagyunk még ott. De miért nem fogod a kezem? Azért, mert ez még csak a szociális szak, érted? De gyakorlatilag mi a média vagyunk, van a büfé szak. Tehát semmi. Ja, itt te még valahol a bőröndök között. Én még nem, ez még nem az. Mi még ki vagyunk kávézni. Még egy olyan 3 órára. 3 óra. Ja, itt még fel se keltettelek. Mondtam, hogy ne így el tejet az uborkát. Hát jó. Igen, ugye rosszabb beszél. Nézzünk valami erősebbet. Mondjuk már a kis puja, mondjuk nézzünk egy olyat, hogy elfolyt a magzatvíz. Jó? Egy olyan típusú fájdalmat. Az már akkor azért, vagy az az eleje? Hát a kontrakcióknak nincsen ehhez köze, hogy elfolyta a magzatvíz, vagy sem. 9-esre? Ínik olyan, mint egy ilyen tanár, aki felelt. Tehát eddig semmi köze hozzá. Ejjjj, rossz diák, Dánál, most akkor fájdalom lesz. Jó, oké, mutassunk valami erősebbet. Te szólj, ameddig te kipróbáltad, jó? Hát én körülbelül idáig próbáltam ki. Amikor nem volt ott senki. Ez nem annyira jó. Nem? Én nem akartam át. Jó. Még egy picit rakjunk rá, nem tűnik őszintének. Nagy színész. Másodpercig tart, bocs. Meddig kell ezt tartani? Ezt még bírom egyébként. Meddig kell tartani? Hát... Az a baj, mindjárt tényleg ki van a fel. Picit még nyugodtan, még rakhatsz rá, mert hallgatok, hogy mindent megtesz, hogy eljátsz, hogy itt valami fáj, de valójában az még nincsen. De tényleg? Nem, az a baj, hogy olyan, mintha gyomorszájon vágnának. Tehát itt fölül van egy ilyen nagyon erős nyomóérzés. Tereljük el a figyelmét egy... Jó, hányasok voltunk most? Nem most ilyen közé... Hát úgy, szerintem ez egy ilyen 5-ös, 6-os körül. 5-ös, meddig tudja ez a cucc? 40. Hát ez addig, ugye 10-esnél van a vége. Konkrétan elkezdtem izzadni, hol van a vége? Szoktak izzadni. Jó. Jöjjünk egy olyat, hogy már fekszem az asztalon. Jó? Fenn van a lábam, Ildikó? Vagy hogy legyen a lábam? Hogy szeretnéd? Én szeretem, ha fenn van a lábam. De hozz kérdelt válisz. Az a baj, hogy nem, ez megint kezd úgy lenni, hogy nem vicces. Tehát rögtök. Semmi gond nincsen. Nekünk valami hideg üdítőt, neki meg tekert felnyomat. Mehet akkor a... Jó, adjuk, de gyere már ide. Na jó, oda mehet. Fogd már meg a kezem. Hát milyen apa vagy? De várjál, átmegy az áram. Szóljál, ha érzed, hogy jön a fájás. Jó, szólok, ha érzem. Már valami egyébként mozog. Jaj, de cuki vagy apuka. Megjöttem, mi van, apa vagyok már? Legalább leborotválhattad volna a hasadat. Tényleg, se a gátmetszést nem csináltuk meg, se a borotválást. Ne, ez most nem vicces, ez most nem tudok annyira. Jó, semmi gond nincsen, kicsim, itt vagyok mellette. Gondolja arra, hogy gyakorlatilag ezzel megkoronázzuk a kapcsolatunkat. Ez lesz az első. Izzad a kezem, érzed, mennyire izzad a kezem? Igen, undorít. Jó, vedd egy picit vissza, léci, mert összetöröm. Hát, ez nem jó. Szakad rólam a víz. Konkrétan érzed, leizzadtam? De izzadok. Jó. Oké, ezek hány percenként jön? Nem tudom, hány percet, ez hát most ugye mi állítgatjuk, surom itt, valójában ugye nagyon a vége fáj. Felé ott már nagyon sűrűn, ugye ott egy-két percenként. Te semmi, te miért örülsz ennyire, Zoli? Ne felejtsd, de hogy ez a gép könnyen törik. Mondja, Dildi. És egyre hosszabb az időtartam, a sűrűsödik, és maga a fájás az... És intenzívebb is a fájás? Csak mutatom, figyelj. Vagy ez nem jellemző? Intenzívebb, nyilván izzadom. Ahogy a méh dolgozik, és tágul a méh száj. Jó. Tényleg hány újra van most? Amikor már kijön a kis puja, és mondjuk... Vizsgáld meg, Jani. Jani, nézd meg, Léci, hány újra tágultam. Gyerekek, egyébként komolyan mondom, tényleg durva. Amikor mondjuk már tolni kell, az meddig fáj? Tehát akkor már nincs az, hogy pihensz, akkor már tolod, amíg kint nincs, nem? Tehát amíg tudok pihenni, ez egy jó dolog. De hogy itt nem mindig tud az ember, a végén folyamatosan tolod. Mert eleged van belőle, és már nem érdekel az se a szétszakasz, csak legyél túl rajta. Te ezt honnan tudod? Legalábbis te itt tapasztaltad. Hallgassuk meg azért, mit mond erről Ildikó. Okay. Igen, bár 5 gyerek után azt gondolom, hogy valakinek neked rutinod van abban, hogy kell szülni. Ugye van az a fájás, a tágulási fájás, ameddig a méhszáj tágul, és eltűnik a kisbaba útjából a méhszáj.
fáj, úgymond, és utána következik a kitolási szak, amikor ez egy más típusú fájdalom, és mást érez a nő, akkor már nem ez a húzó, nyíló fájdalom, hanem ugye, ahogy jön kifelé a... Jó. Na, csináljuk egy ilyen. Hagyjuk már az elméletet. Zolikán, te kertel. Jó, csináljuk egy ilyen utolsót, ami mondjuk már egy a vége felé megy. Egy utolsót, jó? Egy tolófájást szeretnél? Egy tolófájást, ha? Az a baj, hogy a férfiak tudják, hogy milyen, amikor ott kapják el őket egy labda, vagy valami. Tehát az a baj... Ez ugyanaz. Aha. Ez az. Ez tehát az. Itt ugye érezned kell azt, hogy a szépet... De jó, elég. Mi az, hogy elég? Hát tolófájás? A frasztolót vagy nem? Jó, most nem kell eljátszani semmi, hogy mit nem tegyek. Hogy Zolikán? Kivel vagy? A feleséged vajúdik. Skolát császározzatok meg, gyerekek! Ez nem jó. Hányason vagyunk most? Hát még van benne azért egy kicsit. Neked meg. Jó, elég. Még van azért. Azt a rohadt életben. Nem, adj már. De hát ez azt a kutyafáját, szakad rólam a víz, gyerekek. Most hol tartok, Kiri? Látod már a fejét? Benéznél a lábam közé? Még nem. Jó, nézzük a Maxot. Csak most ment el a Maxot. Nézzük a Maxot, mit tud ez a szak? Igen, mert hogy... Ne hülye. Add rá a Maxot. Tedd próbára, repcsíra, a csajom. Szakad rólam, hogy gyerekek, ömlik rólam a víz. Azt is kell. Féle nagyon jó. Jó, pihenjünk, jó? Kim van? Nem. Nincs. Vagy azt jelesznek, hogy parfekt bécsen. Előbb meg kell fordítani. Hú. Tehát Induljunk a kórházba. Induljunk a kórházba. Most ott tartunk. Ez komoly. Tehát ez volt az induljunk a kórházba. Gyerekek, én mindig tiszteltem a nőket, tehát amikor fogtam a Viki kezét, azt mondtam, hogy ilyen nincs, tehát ez csak egy nő tudja kibírni, a férfiak sehol nincsenek. Gyerekek, le a kalappal a nők előtt. Illikó, drága vagytok, hogy eljöttetek, köszönjük szépen. Jó hétért pedig ki fogjuk próbálni a hüvelyk szorított és a spanyol csinálni. A szoktatást! Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Egyetemi juhászképzés indul Magyarországon, mindjárt 3 egyetemen is. A szakemberek szerint azért van szüksége a juhászképzésre, mert az országban dolgozó kb. 6000 juhász tudása elmarad a mai kor követelményeitől. Ha valaki juhász, akkor csörögjön már ránk, hogy miben maradhat el a juhászok képzettsége az elvárásoktól. Ezért juhászképzés indul Magyarországon, mert előbb-utóbb elfogynak a juhászok. Meg milyen tantárgyak vannak? Igen. Kutyázás. Vagy mi? De hát igen. Nyírás. Meg mik azok a juhászat, követelmények, amiben juhászat, elmaradnak. Már megint juhászat. Hát én is sehol egy tornaóra, egy földrajz. Mi a mai óra rend? Juhászat. 7 óra juhászat. Sehol egy jó biológia. Igen, mitől marad el? iPhone-t kell használni, hogy így iPad-et van, használnak? Hogy... iPad-en számolják a... Lacika, már igen a nyájából elhűt két milkát valamit, a rohadt életben, ahogy csak osztolok, de nem tudtam fölépni Viberre. Hogy... Lehet, hogy van egy farkasfigyelő Android alkalmazás? Hát de most... De nem. Tehát, hogy mi a kor követelményeinek megfelelő? De lehet, hogy egy dombóvári juhász, egy pécsi juhászon Skype-ol? És ezt nem tudják? Buksi, jobbról kerítsd! A francba, ravaj, csinálom én kvaddal! Itt van velünk János. Halló. Hello. Balázs. János, zsákán vagy juhász, azt olvasom. Igen, zsáka és zsarvas között. Ó, de szép, hány ország van éppen most ott? 340 darabban. Az igen. Biztos, hogy pont annyi? Se több, se kevesebb? Nem, kevesebb, 4 darabban. Na. Farkasok? Kaportokortját? Zsebre vágott? Nem, egyébként már vannak itt nádi farkasok. Azért kérdezem, hogy esetleg a farkas rabolt rá a nyájára. Ez az sokba kerülne. Te mikor tanultál juhász lenni, vagy juhásznak? Mikor tanultál? Hát én az általános iskola után elmentem szakmunkásképzőbe, hát az igen gyenge tudás. A tudás nem biztos, hogy gyenge lett volna, de a többi tanuló értelmi képességei igen gyengé lettem, és így átmentem szakközépiskolába. Bocsáss meg, ezek milyen szakiskolák voltak, milyen szakirányú? Általános állattenyésztő. Na. Szakmunkásba kezdtem, ott egy évet elvégeztem. Hát onnan átmentem a szakközépbe, kezdtem előről, ott 4 év. Azt a mindenit. Nem, és egy utána még 2 év technikumot. Igen, nem egy könnyű munka azért nyilván, tehát itt ugye az ember azt gondolja, hogy csak kihajtod, behajtod. De hát nyilván azért ez nem... Hát a legtöbb ember ezt látja, igen. Igen, nem erről szól, ugye pont ezen állatokról szokták mondani idézőesen, hogy olyan csendes állatok, tehát nem jelzi, ha baja van, nem szól, nem fáj, nem nehéz észrevenni. De hát nektek olvasni kell a jeleket, tudni kell gyógyítani, tudni kell egy csomó mindent az állatokkal kapcsolatban, takarmányozással kapcsolatban, ugye? Tehát, hogy azért ez egy jóval összetettebb, bonyolultabb munka, mint amit az ember gondol. Nem? Igen, ez így van, persze. Ha téged most visszahívnának az iskolapadba, hogy ülj be új dolgokat tanulni, mennél? Az a helyzet, hogy a
dolgok, amit meg kell tanuljon egy juhász, az gyakorlat. És az a probléma, hogy elméletben, amit oktatnak, az nem fedi. Nem fedi ezt a gyakorlati tudást. Aha, hát kérdés, hogy most ugye mit csinálnak? Egyetemi juhászképzés indul Magyarországon. Igen. Hát én hallottam erről, de én nem, hogy mondjam, azok a juhászok, akik 10, 20, 30, 50 éve juhászok, azoknak a tudása meghaladja bármilyen egyetemi képzés tudását. Igen. Hát nyilván egy csomó mindent tudok. Képzeljünk már el egy elméleti órát terelésből. Nézzük az első órát, tessék. Furujázás. Tudsz furujázni? Nem igazán. Nem áll hangzni. Második óra. Birkák herélése foggal megy. Simán. Tényleg? Ezt többen írják nekünk SMS-ben, hogy ez van, aki tényleg így csinálja, ír egy hallgató, hogy az ő apja konkrétan foggal herélte a birkákat. De gyerek ez sörért? Nem, hogy ez egy bevett dolog, ez igaz? Igaz. Igen, így van. Még malacot is. Hát a malacot azt nem. Dehogy. Nálunk? Feri, még bikát is heréltek foggal. De a Feri azért tudja, mert december 25-én mindig kizavarták. Feri, vége a karácsonynak, király, malacot herélni! Aki nem herél ki egy malacot, nem vacsorázik. Figyelj, ezt hogy néz ki ez a foggal herélés? Hogy fiatal korában, vagy amikor megszületik, vagy egy idő után, amikor ivar érett lesz? Hogy? Nem, hát akkor már nem szokták. Veszélyes, mikor a felnőtté válás már olyankor veszélyes, ugyanúgy, mint a sertésnél, hogy minél hamarabb, annál könnyebb kiherélni, mert azok az inak idegek, amik tartják magát a herét, azok könnyebben elválnak olyan. És egyszer ráharapsz a heréjére, és letéped? Így van. Nem, kihúzom neki tövestől, mert vannak ilyen gyökerek, amik tapadnak. Ugye? De vagány! Én ezt is felírom a bakancs listámra. De várj, hogy neked csinálják meg, vagy hogy te csinálják. Én már vagyok ahhoz, hogy nekem csinálják. Nagyon gyerekek, most ide egy birkát, ki akarok egyet herélni foggal. Komolyan mondom, ha valaki 10-ig behoz egyet, én kiherélem. Ja, bárány, jó, igen. Én az egyik, hogy húka is, a liba is egyforma. Balázsnak jó lesz egy rohadt nagy kos is. Rohadt városi vagyok. Figyelj! Hát nem biztos, hogy egy rohadt nagy kosnak a heréj beszélnének a szádba. Egyébként te ugye? De rágós vagy. Semetek vagytok, jó palira vettetek. Figyelj, de nem semmi érzéstelenítés, semmi. Tehát nyilván ez egy teljesen megszokott dolog ugye nektek, csak nekünk városunk, ez kicsit olyan fura, hogy úristen, közben pedig ez a legtermészetesebb dolog, mint hogy amikor az állat szül, ott az ember kihúzza, segíti. Tehát ettől már annyira eltávolodik a városi ember, hogy ez a fura. Közben ez egy... Na, hát ezt nem tudom, hogy az egyetemen hogy fogják megtanítani. Hmm. Hát a rektor bekiáll a színpadra, és azt bemutatja. Tanár úr, hát ezt nem így kell. Kedves tanulóink, megemelik itt a kis jószágot, szétfújják rajta itt a kócosát, jóra áropnak, a szájukhoz emeli. Hány állatot tettél már boldoggá így? Hát egy párat, igen. De egyébként a kost, vagy hát a kosbárányt azért herélték, már most ez nem annyira szokás, mert abból, hogy mondjam, jobban fejlődik. Ugye azokat a hormonokat, a férfi nemi hormont utána a herék ugye nem termelik, és ezáltal jobban növekszik. Az szokott lenni az ürű. Na most régen azt sok minden 3-4-4-et csináltak egy falkába, és azt meghatták, azzal vezették a nyájat. Ha az ürük össze voltak szokatva, meg hát olyankor a juhokat nem piszkálták, csak az ürüt, azt irányították. Az hozzá volt szokva az emberhez, össze voltak kötve, és akkor a juhász szólt nekik, hogy hüelőre, ürüre, és a kutya is csak azokat forgatta, és vezették a nyájat. De okosan. Ilyen problémák voltak, hogy esetleg tűzeset, az ürüt át lehetett vezetni azon is. És úgy mentek utána, ugye. Akkor kaptak ők csengőt, kolompot, és azok vezették a nyájat. De jó, miket nem tud az ember, nagyon érdekes. A vezérűrű kifejezés. És ő ment a vezérűrű, és amerre ment, arra mentek a többiek. A kis pumiaitok is kapnak majd külön képzést, K9-esé felfejlesztik őket? Hát az a helyzet, hogy 100 kutyából egy lesz, ami jó lesz. Tényleg? Nagyon sok, van amelyik, ugye olyan, mint az ember, változó, nem mindegyik hajlamos. A mostani ebek nagyon kevés százalékban alkalmasak arra, mert ugye beltenyészet, túltenyésztés, minél szebb legyen, itt nálam nem számít. Nekem nincs is pulim, mert mudival operálok, ez bevált. Ez. Figyelj, milyen a hangot ad egy birka, amikor herélik? Hát kapják fel egyet. Csináld már meg élőben most.
Nekem most még apátáim vannak. Ez erről majd nem akarok tudni. De ez nagyon jól hangzik. Legyen a te magánügyed. Hol lehet így élni, zsákán? Így van. Na, ez is fönt van a Jani bakancs listáján. Ezt is felírtam. Igen, ezt nem mondd a rádióba. Ez legyen a te magánügyed. Hagyjuk a magánéletedet. Azt jelenti, hogy hogy hívják, fiatal korban nem akkor ízetik be, amikor első ciklusban, hanem várnak rá egy évet, és akkor jobban kifejlődik az anyajú állománynak való, és akkor most lettek ízetve először, úgyhogy ezekkel rengeteg probléma lesz, a jövő hónap 8-ától kell, hogy eljenek. Hmm. Na, de jó. Naptár is van hozzá. Hát azon gondolkozom, hogy egy ilyen egyetemi UHS kérdése, mit, napra tényleg mit tudnak tanítani, hát mindent tudnak. Ha mondjuk, hát azért... mondjuk az neked segítség lenne, ha például ilyen számítógépes farkas figyelő applikáció lenne? Hát nem igazán, mert az úgy, hogy mert mondjam, én szinte itt a legfontosabb a birkánál az egészségű állapot, a lába. Semmi más. Mert ugye legeltetünk, azzal szedi össze. Ha nem tud menni, ott vége van a történet. Ez mondjuk, ezzel vagyunk még így páran. Igen. Hát így van. Igen. És az a legfontosabb, hogy a láb rendben legyen, azt folyamatosan figyelni, valami, ugye most sok esőzés volt, felpuhult a körmű, könnyen sérül, egy kavicsra rálép, már betörik a körme, azonnal csinálni kell, mert különben problémák. De ez hihetetlen, hogy te ezt átlátod, tehát most itt alsó hangulat van 1360 darab láb a sajátjaidon, meg a pumikon kívül. Igen. Ja. Ja, hogy számolod? Honnan tudod, hogy 340? Tehát így minden nap lefuttatod őket egyszer? Vagy mert, csak így ránézel, mert, és azt mondod, hogy hát kettő hiányzik, nagy a baj. Hát nem, vagy... mert körülbelül most is egy olyan 20 méter vagyok tőlük. Úgyhogy itt eltűnni nem tud. De nekem a fele eltűnne, nekem föl se tűnne. Hm. Ötlen egy farkas, hát mindig elragadna egyébként, egyet. Egyébként így, hogyha összecsapódnak, más, már úgy aki kívülálló ember nem mondanának, hogy 340 darab. Aha. Nem tűnik annyinak. De amikor úgy szép annak széledben azért, ja. Akkor úgy szép kis csapat. Hát ez nagyon jól hangzik. Van még egy menne mondani a juhászokkal kapcsolatban, nem tudom megkérdezni. Az csak a magashegyi. Hát tudom. Magashegyi juhászok hosszú időn. A téli legelőre felhajtják az állatokat, és sokkal nem látják az asszonyt. Hosszú időn keresztül nem jönnek le a hegyekből, és magányosak, hogy ez ebben... Ez nem működ, állatkínzás. Így van. Jó, nekem jó, csak az állatnak fáj. Hogy ez, én ezt egyébként halálosan komolyan hallottam még hozzá talán albánoknál, a kecskepásztorok, meg szamarak, hogy azért ez náluk egy egészen bevett dolog. De ez kényszerűség, mert a kaukázusi pásztor nem szereti annyira hátulról betámadni. Hogy nem mindegy. De ezt mesélte nekünk ott talán egy idegenvezető valamikor, hogy ez náluk azért egészen bevett, és hogy nem is annyira furcsa. És hogy úgy, ez úgy egy generációs élmény, de hogy ez úgy mindenki tisztában van. Hát nem tudom. Nem. Aha, jó. Kinek a papni? Igen. Kinek maga a kecske? Hát, nagyon köszönjük, nagyon érdekes szépen. Dolgokat mondtál. János, vigyázz magadra. Meg a birkákra. Jó legeltetés, hogy mit kell mondani? Hát, ja. Nincs ilyen, nem? Hogyha szembe jön egy másik, jó, az akkor nem, nincs ilyen. Hát, szembe nem jön, körülbelül olyan 1 kilométerre látom anyáját. Aha. Na, jó, hát akkor hízzon, göndörödjön. János, köszi. Ciao. Hello. Ez itt a Best of Morning Show. Hölgyeim és uraim! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Beül a Jolly az A8-asba. Megvan, kis grofó, óriás. Beül a Jolly az A8-asba, mi kell a nőknek, majd ő tudja. 10 milliós letöltésnél vannak. Már jó, mert ő Jolly és a kis grofó. Aha. Tehát egy Jolly... Sok különböző vasat tartanak a tízbe, sok formációval. Tehát ők vannak a kis grofóik, és van Jolly és a kis grofó, tehát ők összeálltak már Jollyval? És vagy Jolly a kis és grofói? A románcok. Gyerekek, lecserélem a prügyi duót.
Na, nem engedheted. Nem ér azoknak őket a szekerét húzod, akiknek amúgy is fénysebességgel zakatol az úton. Érted? 220-al lefényképezve a videóklipben a kilométer beül a csolnán. És utána úgy folytatódik a szöveg, hogy viszkit rendel liter számra, mindenki vele mulat. Hát reméljük már, miután kiszállt az A8-asból, azután. Volt az A8-asnak egy nagy hulláma 15 évvel ezelőtt, amikor az A8 az egy menőautó volt. Igen, tehát akkor mindenki az A8, meg a nagy Bálna Merci. De most a kis grófó, nagyon nagy sztár, vagy a Jolly? Igen, ki a nagy a kis grófó vagy a Jolly? Vagy a Jolly versus kis grófó? Vagy hogy van ez? Nem akarom, hogy azt gondoljátok, hogy én ebben a témában szakértő vagy. nem szeretném. Én nem tudom egyébként így már így külön választani őket egymástól. A kis grófó, aki beül a Jolly az A8-asba, a Jolly akkor nem a kis grófó? Nem. Szerintem ez Jollyról szól, nem? Jolly a király? Nem, ő, aki énekel, az kis grófó. A haverjáról énekel. Akkor a haver a király, a Jolly a király. Tehát a haver az olyan, mint mit tudom én, mint amilyen egy másik. Kocintanak. Tehát Jolly és kis grófó kocint, ugye? A két vegaszi menő. Igen, azt hittem, hogy olyan, mint a csók király, hogy egy ilyen fiktívebb személyiség. Jönnek hozzád a szép lányok, grófó, ez a te kis világ. Á, jó. Nem jó? Zseniális. Állítólag van olyan daluk is, hogy ötös bömös. Tényleg? Ötös bömös? Olyan nincs, hogy Bali beül a Q7-esbe. Lopog a haja, jaj, de sebesbe. Beletolat a szervizesbe. 6 perc alatt tudnánk egy ilyen dalt összetenni egyébként. Várjál, most találtam, hogy jön Ádám a 7-es BMW-vel. Na ez jó. Tényleg? Igen, Dögös Robi, jön Ádám a 7-es BMW-vel. Hát most akkor már... Nézzünk már bele, vagyis hallgassunk. Ő egy másik család, egy másik együtt, tehát nem ugyanez? Dögös Robi akkor nem mozog együtt kis grófóval? Tehát ez egy más kaszt? Nem tudom. Lehet egyébként. Tehát ők egy teljesen más banda. Figyelj, jöjjön, keresél már rá, hogy vitője, hogy Jani túladott a Honda Jazz-én. vagy valami, vagy... Jó. Dögös Robi jön az Ádám a 7-es BMW-vel. Nincs benne semmi olyan, ami ronos, ezt csak így hallgató küldte, hogy ismerjük-e, nehogy valami olyanba fussunk bele. Nézzétek meg, Dögös Robi, van két lovam című szám. Hát ez a címét, Dögös Robi, van két lovam. Dögös előtte belehallgatunk a Dögös Robi, Ádám megjött a 7-es BMW-vel. Jön Ádám a 7-es BMW-vel. Van figyel. Két lovam. Most már kíváncsi vagyok, hol tart a popkultúra. De jön az Ádám, a 7-es BMW. Hát ez nagyon jó. De elviszem el. Megáll valaki az SL Mercivel. Tehát megáll valaki egy SL Mercivel. Jön az Ádám a 7-es BMW-vel, megáll faja az SL Mercivel. Nagyon jó. Fia. Jön a testvér, vagy micsoda az SL Mercivel. Nagyon jó. Ez mi ez, hogy ilyen német autós találkozó? Gyerekek, le vagyunk maradva. Az nagyon a durva, jó. Hogy ezt már úgy nézzük, hogy mi már ezt kevésbé értjük. Tehát ez elképesztő. Valakik elindultak az M7-esen, és érnek Budapest felé, és 250 a végsebesség. Tehát a család elindult Budapest felé. Jönnek hozzánk, ugye? Jön Dögös Robi, jön az Ádám a 7-es BMW-vel 250-nel az M7-esen. Ugye? Tehát ez a történet. Ezek nagyon mennek ezek a szöveg. Elkezdtem egyet egyébként, lehet, hogy rá is ismertek. Már két sor megvan belőle, de még dolgozom rajta. Alfa pörög új kígyóson, eszébe sincs, hogy lassítson. Jó. Itt tartok. Eszébe sincs, hogy lassítson egy csuhája. Az a durva, hogy ezekre a zenékre egyébként nagyon durvá lehet mulatni. Igen. Meghalasz egy ilyen zenét, nem? Kicsit részeg vagy, és hát én nem mernék nem mulatni az ő társaságunkban. egyrészt halott vagy, ha nem mulatsz velük. De hogy az ilyen típusú zenékre, tehát iszonyatos hangulata van. Iszonyatos, ha is szól hozzá valamit. Komolyan, tehát ebben... Ne arra, nincs kedvem. Micsoda? Jó, van két lovam? Ott van. Jó. Nem mondta, hogy erre nagyon lehet mulatni egyébként. Jó. De most ő a grófó? Aha. Na most akkor újra, igen. Van két lovam, mind a kettő gyerek,
mind a kettő, a kocsmára keres, a kocsmára, meg a virény. Ez nem ugyanaz gyerekek, mint az előző. Nem, de ő idősebb grófok. Ja, idősebb grófok, világ idősebb grófok. Én imádom őket. Figyelj. Én a vagyonomra, vagyonomra, meg a virény. Aha. Olyan itt mozog, mint a Tibi. A Tibi fénykorában. Igen. De ez nagyon jó. Hát gyerekek, itt konkrétan egy történet van fönn, tehát elmegyek mulatni, Dalilei, Kisgrófó, hát itt minden van. Nálam mondjuk a Dögös Robi jön az Ádám a 7-es BMW-vel bőven, az messze. Nekem ez is tetszik egyébként, de itt egy pici visszafogottságot érzek, tehát én ott tudtam volna még mondjuk turbozni, hogy van két lovam, de nem deres, két Ferrari, metal veres. Dögös Robi kaszinó. Na most ki a Dögös Robi? Ő az, aki a 7-es BMW-vel? Ő írta a 7-es BMW-t? Így van. A Dögös Robi, ez a Slang Petinek a haver. Dögös Robi, csak mondom, hogy 1,5 milliós letöltés van. Akkor a következő számot szeretném küldeni. Speciálba. A Pozsonyi Ferikének és a drága terhesztém feleségének. A Pozsonyi Ferikének és a drága terhesztém feleségének. Speciálba. Speciálba. A napdumája. Speciálba. Azonnal újra. Na, akkor ilyen jó, tessék, figyelj. Jó. Akkor a következő számot szeretném küldeni. Speciálba. A Pozsonyi Ferikének és a drága terhesztén feleségének. Fogadjátok sok szeretettel. Hey Feri, elmegyek én, ajtóba várra, de kaszinozni. Útközben meg be is álltak te zsugázni. Elnyerték a lóvémat ezek a cigányok. Zseni. Azzal mulatnak éjjel a pala kocsmába. Áj, mondta a Mártika, hogy tud ilyen, de rossz lenni. Az életedet a 14-esre kellett feltenni. Áj, megmondtam már, jól előre. Áj, kaszinó lesz, se jenek a vége. Áj, Feri, nem hallgattál. Feri, és Kati a feleség? Feleségedre. Ez az, Feri! Egyébként nagyon hangulata van, nagyon jó. A főleg a lassú résznek, tehát ez már innen kicsit kommersz. Kicsit bepörögtek, nem? Aha, most valami igen, valami elkezdett hatni. Na jó, hát ez Dögös Robi és a kaszinó. Hát gyerekek, ilyen gyöngyszemek vannak? Hát komolyan. Hát ez... Írjál már egyet, Jani, egy szöveget. Én annyira akarnék nekik csak egyébként. Hoz valami ízé alapot. Dögös Robi. Nagyon jó. Ott hagyom a szoba konyhát, ha eladom a disznó kondát. Neked ez nagyon menne. Ebből bármit. Nekem ez nagyon tetszik. Az a durva, hogy a Dögös Robinak van egy Sukár Sej című dalaj. Sukár Sej? Nem mondjad már. Sukár Sej, palana pirni, palana pirni. Aglurite, aglurite, boj kele, boj kele. Jó, ezt nem annyira értjük. Nem. Sukárség. Ezt nem, ez kevésbé. Na jól van, hát ez egy élmény volt. Hát zárkóztunk szerintem. Most egy picit, nem? De figyelj, szövegileg is. Egy olyan világba pillantottunk, mert nem is ismerünk, de 10 milliós letöltés van, akkor egy generáció ismeri őket, csak mi már öregek vagyunk, és kicsit leestünk a lóról. De most visszazárkóztunk. Viszont elindítottál valamit, mert többen követelik a mulatós órát. Jó, csinálunk egyszerre. Figyelj, a retro nap után megcsináljuk a mulatós órát. Hát de most egyébként most azt gondoljátok, hogy viccelünk, pedig nem viccelünk, és én szerintem nagyon erős tartozásunk van így az emberek felé, mert neked meg kell írnod a roveres dalt felének, az alfásat, neked nem, te írod a szélyelvéset. Megvan, mit csinálunk, tehát akkor csinálunk egy mulatos dalt, Tibivel megíratjuk a zenét, megírod a szöveget, és fölénekeljük. Volt már egy ilyen próbálkozásunk, csináljuk meg a mulatos. Lett. És milyen nagy sikere volt. Csináljunk egy ilyen mulatos dalt. Kattog rajta, figyelj, már komolyan mondom. Még ráírsz hármat, írsz egy refrént, meg vagyunk. Tibi megcsinálja a zenéjét.
mi meg föltoljuk. Így van. Hm? Na, tehát csak a sztereotípiák. Alfa, féldisznó, pálinka. Na, sok arany, nagy autó, nagy jeep, eselmerci. Eselmerci, nagy medence, sok arany. Neked hát meg te meg a szerencsétlen sutyom. Nem, meg nálam, meg nyilván ez a valami majd be, hogy itt tudom én, hogy félti mindig a favoritját, ha a kocsma előtt megburítják. Vagy valami, tehát lehet ebbe, így szerintem egyébként van. Megírod? Hát van ebbe tuning. Szeretném nektek megmutatni, Elmiki bulizik. Ezt nem bírom kiérni. Mindjárt játszunk itt hármasok, de ez muszáj. Merjo, természetesen. Azt hiszem, régi Elmerci talán, de tulajdonképpen mindegy is. Elmiki bulizik, megvan? Ismeritek? Persze, ezt hallgatjuk minden reggel is este, Janival. Figyelj, ahogy indul. Telefon mutatnak, hogy kicsöng. Elmiki telefonál, fölhívja. Mindenne belevágnánk fényes nappal az éjszakába. Fényes nappal benne vagyok, mehet. Akkor szedd össze a csapatot és a klubnál talizni. Oké, csumi. Fényes nappal mennek bulizni. Érted? Tehát fényes nappal belevágnak az éjszakába. Zseniális. Figyelj. Ez még nem is rossz. Nem. Ja, a refrén kifejezetten jó. Yeah, yeah. A szöveget hallgat, nagyon jó. Yeah, yeah. Sokan szórakoztam, mondtam, hogy gyerünk, mert buli van ma. Buli szórakozás partizán, iszonyúan jó a társaság. Mekkora rímek, mekkora rímek. Vegyük most ezt nagyon érzény, figyelj. A rímeket hallgass. Az egész diszkó, dikás minket. Rámenős a gágyi, hogy mit tegyek. Levagadni most már nem lehet. Hívom és látszod, hogy segítsen. A vérnyomásra felment hirtelen. Elmegyik, bam, bam. Nem mondta, hogy nem jó. Gyere, és gyakorolj rajtam. Igen, Elmiki bulizik. Tehát, hogy próbál ki, hogy gyere, és gyakorolj rajtam. Hát ez valószínűleg a csajnak mondja. Így, így. Igen, ez a lánynak szólt, gyerekek. Nem, csak a velem nem jött volna ki, nem? Ja, aha. Gyere, és gyakorolj rajtam. Óriási duma. Gyerekek, öregszünk. Elmiki bulizik. Papam, gyere, és gyakorolj velem. Jó, meghívom az egyiket egy italra, amiből lett vagy 26. Amiből lett vagy 26, zseniális. Én egy pici keserűséget a részéről. Sokba került a gázsé. Sokba volt. Jaj, azért nem olyan erős a szövegben. Nekem jobb kedvem lesz ettől, amin besírtok. Jó? Ez, de már ez most a csúcs lesz? Tehát ennél nincs tovább? Csóré Béla. Jó? Ezt megkapjátok. Igen. Csóré Béla, csigabiga. Aha. Jó lesz sejtésem. Szerintem nagyon. Nem lesz jó, de imádni fogod. Tessék, hangot rá, figyelj. Hogy miből lehet sláger? Ez eddig egész ügyes. Zseniális. Olyan hangulata van, hogy megzenős. Zseniális. Zseniális, tényleg, figyelj. Azt hiszed, hogy valami nagyon nagy dolog jön, figyelj! Azt hiszem, ismerem a szöveget. Zseniális! Na, itt jó, hát ez nevem. Csóri Béla a nevem. És visszatérő motivumként ismét a csigabiga gyereké. De ennek a gyerekmondokának van valami mögöttes tartalma, amiről én nem tudok. Tehát, hogy biztos, hogy kell legyen. Amit mi nem értünk? Amit mi nem értünk. Tehát, hogy ez... Vézolik a Balatonnak még utoljára? Nem bírom a bajni. Jó, egy utolsó. Vézolik a Balaton. Vézolik a Balaton. Vézolikát látni kéne, gyerekek. Tehát látni kéne, egy paróka van rajta. Én 50 éves forma, szemüveggel, egy fekete festett paróka van rajta, és hát a videóklip, tehát önmagában a dal és a videóklip együtt adja vissza azt a retro élményt, amit tehát érezned kell. De csak a dal is jó, figyelj. Vézolika, Balaton.
Megyünk az M7-esen. 48 ezer letöltés, tehát ez még nem akkora sláger. De majd most. Majd most. Vészolik a Balaton. De Zolika 60 éves. Zolika. Hát gyerekek, azért Zolika. Ne nevezzük már Zolikának. Zolika, hát tényleg. Zolika ül egy régi Audi A8-ba. De miért? Rózsafüzér lóg a tükrön. És Zolika egy finom 60-as, és egy fekete, gyönyörűen festett, frissen festett parókával hasít az M7-esen. Tehát így kell elképzelni a videóklipet. Hátul ül valaki, aki nincs megnevezve. Nincs, egy fiatal nincs, srác. De nekünk Zolika is elég, hiszen hihetetlenül banderasz. Balaton világos felé vezik az irány. Újra a Balatonon. Délután. Hallgass a szöveget, figyelj. Kedemben alángosom. Lemerül végre a telefonom. Kizárom most minden gondom, bajom. Csak téged imádlak én. Micsoda kiállás. Imádlak én. Pezelő naptűz, hűsítő a víz, árnyékom egy fűz. Basszus, hogy az Zolika Csordás Tibi lenne, akkor ez egy Fiesta sláger lehet. Árnyékom egy fűz, igen. Számban a lángos íz. Nem való, ez kimaradt? Kimaradt? Te figyelj. Egy fűz, számban a lángos íz, vízi bicikli, vízi bicikli. Nem, ez poén. Tehát ő annak szállna. Nincs ilyen. Nem, tudod mi a durva, hogy ezek az emberek boldogok. Hát, boldogabb, mint te. Kettő nem zárja ki a másikat. Nem azt mondom, de hogy boldogabbak bármelyikünknél, abban egészen biztos vagyok. Egészen biztos vagyok. Te a fűzre a tűz, ez nagyon közhelyes rím lett volna. Na adjál már ilyen, most ez ilyen bárki tud. Itt van már kezemben a gitárom. Várok rád, hogy újra hív, azt, amit már százszor. Parton ülve énekeljünk, és jönnek, mennek a lányok. De csak téged imádlak én. Ki állás? Nekem ez tetszik. És az is tetszik, hogy azt írja, hogy már átélte százszor, tehát ez azt jelenti, hogy évente legalább kétszer nem volt. Igen. És ez nekem szimpatikus, mert én is szeretem a Balaton. Na jó, Vészolika Balaton. Jól van. Oké, köszönjük az SMS-eket, sajnos többet nem tudunk meghallgatni, 10-ig tudnánk, de megyünk tovább. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Meg akarok veletek valamit osztani, mert... szülőként szerintem mindenki érintett a dologban. Nem szomorú, nem is felháborító, egész egyszerűen csak értetlenül álltam a jelenség előtt, de szerintem majd ti, mint nálam sokkal gyakorlottabb szülők, hiszen van némi korelőnyötök, már nem úgy értem, hogy nektek, hanem gyereknevelésben, ugye? Ugye az esti meseolvasás, az mindenkinek egy, szerintem egy kicsit érzékenyebb pontja, hogy mit akar a gyerek. És mit akar a szülő, a kettő sokszor nem találkozik, ugye? Uh-huh. A gyerek századszorra akarja meghallgatni azt a mesét, amit már nem bírt neki elolvasni, mert tényleg 66-szor elolvastad. Ez lehet Anna Peti Gergő, lehet Bogyó és Babóca, lehet Jancsi és Juliska, de ha belezúg a gyerek egy mesébe, legalábbis nálunk a Beni, nem tudod leszerelni arról a meséről, nem? Hiába hozol ki bármi. Semmi. Ma kicsim, ez már tényleg, ez már nem is te, ezt tudod, milyen kicsiknek való. Hát te már nagy lány vagy. Nagy, kihozom, van még 50 könyv. Gyere, nézzük meg a könyvtáradat. Választ egy másikat. Elterelő hadművelet. Ezt igen. De akkor is de legyen. Hát itt van a csendes Don. Igen, vagy a matek példa. Itt van az öt könyv. Vagy ott van Raskolnyikov kalandjai, a bűn és bűnödés folytatása. Szóval nálunk is mindig megy az elterülő hadművelet, de mindig Beni győz. Beni győz, elmondja, hogy Anna Peti Szilvásvárad. És akkor elolvasom 4050 egyszer az Anna Peti Gergőből a Szilvás Várad, a család elindult Szilvás Váradra, és Anna Túrós, Peti Mákos, Juli. Átfogyás. Anya Peti csokis rétes nevet. És még azt se tudod megcsinálni, hogy önszórakoztatásból kicsit variálsz. Nem tudsz, mert rád szól. Ez nem így van. Így van. Lappal lapoz vissza, ez nem így van. És néha, amikor már kicsit látom, hogy álmos, akkor kettőt lapozom. És hirtelen már a végére ugrok, amikor a Szilvásvárad mesében mindenki rétes eszik. Apa, kihagytad azt a rét? De okos vagy. Tudod, azért ugyanakkor büszkés vagyok rá, de okos ez a gyerek. Visszalapozok, de akkor mondom, ez még 4 perc. Szóval az esti meseolvasás. Olyan volt, hogy elaludt, és azt hittem, hogy
Átaludtad a mesét. Hát már elolvastam. Gyerekek, szerintem ez legenda, hogy a gyerek belealszik a mesébe, szerintem ez kamu. Tehát, hogy én ezt láttam már a Halász Judit lemezen, hogy a gyerek elalszik, és a Halász Judit ott még mesél, nekem ezt mesélték, nekem a gyerek, hogy egyszer nem aludt még bele a mesébe, szerintem ilyen nincs. Túl jól mesélsz, ez a az baj. Biztos. Legyél unalmas. Én úgy átélem be a Szilvásváradot. Anya ment a Szilvásváradot, beültek a piros kocsiba, megnézték a fátyol vízesést, elolvasták, igen, miért hívják fátyol vízesésnek, mi az a pisztrány, jól lapozzunk ki, milyen rétes tevet. Nekem a gyerek még soha nem aludt bele a mesébe. Sőt, nekünk ugye az a deal, hogy kettő van az én ágyamban, vagy a Viki mesél, ugye felváltva osszuk le, de és akkor egy, is. Tessék, akkor nekem is öltözik hozzá. Persze, igen. És akkor átkísérem a gyereket a saját ágyába, és ott még a róka és a gólya. Arról se tudom lekattintani. Ha nem meséltem el 4000-szer egyszer, se a róka és a gólya. Lapostál, magastál, ilyen, de olyan, tehát a róka és a gólya. De az legalább jó, azt én is szeretem. Elmondom neked, ha veszel egy cumit a szárba, befekszel az előbb, úgy mesél, mert bepisílsz a gyönyörtől. Beveszem a Feri hüvelyk ujját. Hozom a kis kulacsodat, mert benne van kis kulacsa, vissza a kis hidegvizet, és közben róka és a gólya, ez a deal. Lefekszik, megkapja ott még az ő ágyában a róka és a gólyát, megyek az én ágyamba, és akkor ott már csak úgy beszélgetünk. Átkiabál, visszakiabálok, vagy a Viki csinálja ugyanezt, mert ugye ő is. De a régi klasszikusot mondod, nem azt a gólya és a rókát, amikor a gólyát elhívják legény búcsúra is. Igen, igen. És a róka csipendél. Rendelező és iszonyatos nagy róka. Nem, klasszik. Kicsit csavarok rajta, de a klasszik. Vannak külön hangjaid már a szereplőkre? Tehát kidolgoztál ugye a Bogyó vagy Babócába például a Bogyó. Miatt a Pogány Judit nagyon jól csinálja, hogy még az utolsó Moha fiút is 46. szinkronhangot tudja hozni. Egyedül. Kicsit a rókánál mélyítek, meg kicsit a gólyánál kelepelek. Na ez a baj. Unalmas egyhangú, akkor beleasszik a közepén. Unalmas egyhangú? Unalmas egyhangú. Na de most megoldottam a dolgot, bementünk Bennivel egy könyvesboltba, és közösen, gondoltam, nyert ügyünk van, közösen megvettük a 3 perces meséket. Jó. Mert ebből rögtön tudod, hogy ez nem lesz 5 vagy 10. 3 perces mesék. Osztalszik, de jó. Arrébb hívtam a Bennit a meseosztályról a könyvrészen, odaadtam neki a könyvet, és azt mondtam, nézd, tudod, mert ott áll a mesekönyvet, akkor biztos nem az kell. 3 perces mesék. Szegény átvágva volt egy picit, nem tudta. Nézd, 6 perces mesét. Apa, ez nem a 3-as. Ja, de bocs. Áthívtam a szép irodalmi osztályra, de egyik se tetszett neki, mert nem volt színes. 3 perces mesék. Mondom, meg vagyunk. A gyerek lecsapott, csillogó szemmel elindultunk a pénztárhoz, megvettük a 3 perces mesék. 103 perces mese van benne. Hát kell lennél jobb egy szülőnek? 103 perc. 100 darab apró mese van benne, mindegyik 3 perces. Ez tök jó, tervezhető. Igen, meg vagy, nem tudom, meg júliusig. Vagy. Már láttam magam, hogy egyébként ugye hazamenve elmondom a 3 perces mesét, és a gyerek beleesik. És akkor ért a meglepetés, nem hiszitek el, hogy szülőként milyen mesék vannak ebben a könyvben. Nincs 3 perc. 1 perc alatt el lehet mondani, 3 perc nincs is. Akartok ezekből a mesékből? Behoztam nektek. Akartok persze, ezekből a mesékből? Igen, igen, de úgy, mintha Benének olvasnád. Igen, igen, akarunk. Apa, még. Jó, de akkor legyetek Beni, jó? Igen. De aztán anya is öltözzön be. Te kisfiam, ránk nyitottál, vagy miért nyomod ezt a beöltözést? Mondd meg, volt be apádnak, leselkedtél? Figyelj, ezt tényleg, komolyan mondom, nem hiszitek el. És ez gyerekeknek készül. Egy haldokló oroszlánnak is van büszkesége. Nagyon jó. Tehát rögtön egy halállal nyitunk. Figyeld, egyes oroszlánok bizony nagyon komiszak tudnak lenni, kezdődik a mese. Kihasználják az erejüket, és állandóan ütik, verik a többi állatot. Hát te rohadék oroszlán. Volt egy hatalmas oroszlán, amelyik már nagyon öreg volt, és haldoklott. Apa, mi ez, hogy haldoklik? Hosszú élete során sok állatot bántott az erdőben, és ők most eljöttek, hogy bosszút álljanak rajta. Folytatja a mese. A vaddisznó agyaraival felhasította az oroszlán bőrét. És kifordulta bele. A bivaj lehajtotta a fejét, és szarvait az oroszlán oldalába mélyeztette. Az oroszlán fájdalmasan felkiáltott. Ő utána a szamár következett, aki nagyon sokat szenvedett az oroszlán kegyetlenségétől. Hangos ijázással fejbe rúgta az oroszlán. Hát ez nagyon bár. Most már ideje meghalnom, suttogta az oroszlán. Azt még elviseltem, hogy nagy és erős állatok bosszút álljanak rajtam, de azt a megaláztatást, hogy még egy gyáva szamár is megrugott, már nem bírom elviselni, mondta az oroszlán, és meghalt. Ja. Jó éjszakát, Benni! Aludj jól, gyermekem! Vidám álmokat kívánok neked! Apukád most itt hagy ebben a nagy és sötét szobában! De ne félj, gondolj a mesére, amit elmeséltem itt neked! Itt a vége, fuss el vére! Itt a vége, fuss el vére! Várjál, sokkal durvább! Hát de mondjuk a lebomlásról még valamit azért írhattak volna, nem? És akkor jöttek a boldog kukacok!
Így szól a második mese. Lapoztam egyet, a gyerek tudod, hogy kétségbe esetten néz rám, meghal, fejbe rúg, kivérez. Az ostoba békák, mentem át a második mesére, mondom, oldom a gyerek feszültségét, mi lehet? Nem, nincs ezzel. Azt már látom, hogy az író nagyon szereti az állatokat. Az ostoba békák, szól a második mese 3 perces gyermekeknek. Hallottad? Súgta oda az egyik béka a másiknak. A nap megnősül. Hamarosan már minden béka tudta a hírt, kiugrottak a tóból, és nagy ünneplést rendeztek a parton. Csak egyikük ült elgondolkozva egy kövön, és a fejét vakarta. Gondolkozzunk csak, mondta a többieknek. Ha a nap megnősül, akkor 2 nap lesz. Vagyis 2-szer olyan meleg idő lesz. És ha gyerekünk születik, az még rosszabb lesz. A nagy melegtől ki fog száradni a tó, és mind meghalunk, elpusztulunk. Segítség, kiáltották a békák, beugrottak a vízbe, elrejtőztek a tó fenekén, majd az egyikük meghalt. Ne szívassál már! És most jön. Mutasd, ez egy... Adom, és most jön az utolsó. Egyébként ezzel nem hiszed el, de várjál, van sokkal durvább. De ezzel nagy baj nincs, mert megmagyarázza. Ez megmagyarázza, hogy a békák miért élnek a tófenekén. Ez egy jó mese, én emellett vagyok. Jó, ez nem rossz mese. Ez nem rossz. És itt a harmadik, az öngyilkos nyulak. Már a cím jó. 3 perces mese gyerekeknek. Az öngyilkos nyulak. Az öngyilkos nyulak. Az erdő nyulai gyűlést tartottak, rettenetes az életünk, panaszkodtak egymásnak. Egész nap kutyák üldöznek minket, emberek lőnek ránk, sasok csapnak le, rókák és farkasok falnak fel minket, tizedelnek minket. Minél tovább panaszkodtak, annál szerencsétlenemnek érezték magukat. Végül az egyikük azt mondta, ugye itt várod a feloldást. Mi értelme úgy élni, hogy bármelyik pillanatban egy másik állat zsákmánya lehetünk? Öljük vízbe magunkat! De már! Öljük vízbe magunkat. Nem már, hát de most komolyan tényleg. Várjál. Vagyis volt egy normális nyúl, aki azt mondta, hogy ne. Á, nagyszerű ötlet, helyeseltek néhányan. Menjünk, halljunk meg együtt. Ez hülye. Menjünk, halljunk meg együtt, kiáltották mások is, és a tóhoz rohantak. Atya úristen. Jó, de hogy valakinek eszébe jutott, hogy itt a buta békák laknak. Ezért elmentek az oroszlához. Ne vegyüljük ezekkel a sötét állatokkal. Inkább tépjük le a saját fejünket. Nem már. De most menjünk, a következő ez mi lesz? Nagyszerű ötlet, menjünk, halljunk meg együtt. Kiáltották mások is, és a tóhoz rohantak. Megtudom, hogy becsuktam a könyvet, ránéztem Bennyre. Aludj jól, gyermekem. Álmodj szépeket, de azért előtte még egy Anna Petit elolvasnék neked, csak hogy oldjuk a mese által kiváltott frusztrációt. Érted? Szólta benne, hogy a apa, nem értem, nem tudta hova tenni. Nem ilyet meg, csak úgy láttam, hogy a személyen azt, hogy ezt most ő nem érti. Miért hal meg az összes nyúl? Miért lesznek öngyilkosok? Mi az, hogy öngyilkos? Ez egy mesekönyv, ezt ne vegye meg senki. Jézusom. Mondom, 3 perces mesék, ez a címe. Hát és ezzel még itt ilyen alternatív befejezéssel tudsz kitalálni helyette. Igen, nincs. Ezek meghalnak, mennek bele a vízbe szépen egymás után. Igen. Nyúlak és ott döglenek bele a tóba. De mire odaértek a tóhoz, a nap már felszállította a tavat, aminek a medrében halott békák tetemei hevertek. Na de se baj, itt hagyta a múltkor az erdőben, Stól Buci bácsi az egyik kétcsövőjét, vegyük a szárba és lőjük szét a fejünket, mondta a legokosabb nyúl. Ezután sorba álltak, viszont egy nyúlnak meg kellett húzni a ravaszt. Akartuk egy utolsó? De sajnos az utolsó nyúlnál már elfogyott az összes patron, de szerencsére Buci bácsi ott hagyta a zsigerelő kését is, amivel szeppukut követett el a kis találékony nyuszi. Igen, egy utolsó? Egy utolsó? Jöhet. 3 perces mesék gyerekeknek. A mese címe Gyilkos szeretet. Gyilkos szeretet. Egy utolsó. Nem hittem el, visszakérem a pénzt, vagy becsörélem, komolyan. Ha a filmcímkét látnám, lehet, hogy kivenném a Gyilkos szeretet. A gorilla mamának 2 kölyke volt. Csukjátok be a szemeteket, Balázs mesél nektek, tessék aztán aludni, mert dádá lesz. Jó? Utolsó mese, Benni. Jó, utolsó. Aztán alszunk, irgumburgum. Gorilla mamának 2 kölyke volt. Nem tudom, hogy hívták őket, legyen mondjuk Gergő és Gábor. Nagyon jó. Aha. Van a mesében. Gergő és Gábor. Gergő kemény fiú volt, Gábor nem annyira. Az anyja úgy óvta, szerette őt, hogy nem engedte szabadon szaladgálni, megerősödni és élelmet keresni, hanem mindig a karjaiban tartotta, csak ölelgette, dédelgette. Alszol már, Benni? Nem, én várom, hogy mi lesz a mese vége. Minél nagyobbra nőtt Gergő, az anyjuk annál erősebben szorította Gábort, míg egy nap olyan szorosan ölelte magához, hogy Gábor nem kapott levegőt. Nem. És várja, és? Gábor nem kapott levegőt, és meghalt. Nem már. Gábor nem kapott levegőt, és meghalt. Az anya túlzott gondoskodásával elpusztította azt, akit a legjobban szeretett. Hát gratulálok. Alszol már, Benni?
Inkább csak hagyd abba. Nem merek elaludni, mert én is. Apa, ne ölej ennyire! Soha többet nem hát szorítottad magadhoz a gyerekedet. Soha Jézus többet nem. De mi ez? Emós mesekönyv? Iszonyú. Gyerekek, elhiszitek? Ültem, tudod, már aludta Benni, felolvastam egyet a Vikinek, lekapcsoltuk a lámpát, és összebújtunk, mi is úgy féltünk. Igen, mondtam, de szólt, ne ölej szorosan. Elhiszed? De hihetetlen. Ma biztos, hogy visszaviszem, tehát ennyire hülye nem vagyok, tehát akkor inkább tényleg kiveszem neki a Monte Cristo-t, aztán elkezdem 5 évesen olvasni neki. Ez mennyire kemény? De hogy ezt valaki leírja, és effektíve elkezdő oda olvast a gyereknek, szerintem ez egy 10 évesnek is sok, nem? Tehát hát be, figyelj, hát sokkal, illusztráció van, ahogy van, halott ott, gyerek majom lóg az anyja csecsén. Nem, ott van az egyik majom a fán. Töröntgerincelt kinyújt nyelve. De nem, hát akkor már ez a... Ott van az egyik majom, aki vidáman igen, ott van a másik majom, látszik színesben egyébként, Gáborka. Hogy még mosolyog Gábor, de nem tudja, hogy az anyja nem sokára készül halálra ölelni. És még mosolyog. Nézd, te boldog vagyok, ide bújtam az anyukámhoz. Recs. Nem sejtem, hogy nem sokára anyukám megfoly. És ráadásul nagyon okosan meg is személyisítik ugye az állatokat, akik gyakorlatilag semmiféle szerepük nincsen, azok ki vagy az egyik életben már a másikat, pedig az anyja halálra folytogatja. Jó, de valahogy valaki szólítani írja... kell egy halott majmot. Írja egy hallgató, hogy 3 perces mesék Stephen King ajánlása. Igen. Te, ki írta ezeket? Tényleg ki írta, nem? Tehát így... Hát ez, ilyenek ezek a mai modern mesélek. Csoda, hogy én a virágnak a Waffen-SS fegyverei és harcerjállásai című könyvből olvasok festékén. Apa, még egyszer a halálfejes hadosztályról. Tényleg, 3 hónappal ezelőtt belefutottam a kaki könyvbe. Azt mondtam, jó, lekakilják a vakondot, a vakond elmegy megnézni, hogy ki kakilt a fejére. Emlékeztek? Behoztam. Igen. Ki kakilt a fejemre, mondta igen. A vakond, és elindult, te kakiltál a fejemre, kedves madár. Nem, én nem ilyet kakilok, mondta a madár, majd oda kakilt egyet. Hát az egy felüdülés volt ehhez képest. Igen, írja, hallgatunk, az állatorvosin tanulok, de ilyen sztorikkal a korbonztanon se találkoztam még. Hogy álltok ezekkel a mesékkel? Ezért ez durva, nem? Igen, hát de most komolyan. Már majdnem véget ért a háború, amikor megvették azt a kis házat Hiroshima mellett. De tényleg, és egyszer csak egy repülőt láttak repülni a fejük fölött. A kisfiú odaszólt. A kis Yamaguchi még integetett is neki. Apa, nézd, valami kiesett a repülőből. Ajándékot kapunk? Mondta a kisfiú. Biztos, hogy ajándékot kapunk, gyere bújj ide hozzám. Nézd, fotóznak is minket, mondta a kisfiú, mikor látta a villanást. Apa, de hova futnak ilyen sokan? Kérdezte a kis Yamaguchi. Igen. Nézd, apa, nem mozog az árnyékod. A következő pillanatban 100 000 sikoltottak fel egyszerre, majd mindenki halott volt. Hmm. Jó éjszakát, gyerekek! Közel álltak, szénné! Most leoltam a lábát. Leoltam a lábát. Itt maradsz a sötét szobában. Aludj aztán, jól? És hallod ezt a távoli repülőhangot? Hát de most komolyan. Tehát, igen. Hogyha ilyen meséket olvasnak most a gyerekek, akkor gyakorlatilag a meséktörzs fejlődése ez lesz. Mi lesz a gyerekekből, ha ilyen meséken szocializálódnak? Egy Jancsi és Juliska már nem kell nekik? Egy Hófehérke már túl sok? Nem akarom elhinni, hogy ezt valaki betördelte, illusztrálta és ki is adta a Puszi Kriszti ére nekünk. De, hát nagyon, te abszolút, igen. Na. Ezt a mesekönyvet egy nyugdíjas patológus. Hát kaholja, tényleg, tehát, hogy értem, mesél a kriptákból. Ne vidd vissza, Vali, indíts új rovatot Gyilkos 3 percesek címmel. Gyerekek, sokat tudok ebből, tehát ebből minden nap van egy mese, ha akarjátok. Mondjuk, hogy ha minden este ilyeneket olvasol a Berinek, akkor én nem szeretnék valami vele találkozni, amikor 18 lesz. Se egy sötétsítőkor, sikátorban, se egy nyílt mezőn, nappal. Hát biztos, 2 balta, egy vipera, meg egy zsebkés lesz nála, biztos, igen. Na jó, hívjuk a naphallgatóját. Morning show. Az bizony. Yeah. Linda. Linda, jó. Ó. Ez de jó. Hello. Sziasztok. Milyen? Hangok jönnek elő. De jó, de jó. Linda, jól értettük? Én mondtam, Görben, Óra, Linda. Oh, yeah. Kriszti vagyok. Kriszti, hello Kriszti, jó reggelt, Kriszti. Sziasztok. Régóta szerettél volna? Igen, nagyon. De jó. Nagyon. De jó, de jó. Hol Kisvakondot nézel? Kisvakond, igen. Hol hallgatsz minket helyileg? Velünk beszél? Budapesten. Budapesten. Vannak ott mások is. Hát vagyok munkahelyem, és igen, és pont nökön most ment ki. Igen, küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Köszi! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor.